Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Gyors váltással. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra múlt 15 perccel. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok! Drága hallgatók, kis állítgatás, kis nyomkodgatás, itt vagyunk. A hét utolsó napján jó reggelt. Jó van, na. Király. Csak összejött ez is. Csak eljutottunk ide, nem? Toltuk, húztuk, de megvan a péntek. Igen, itt megvan a péntek. És... Na, emlékeztek erre? A hét legjobb boomjátéka volt egyébként. Hoztuk egy egész után egy nagyon furcsa boom. Azóta se tudom felejteni. De működött. De működött, elvitte. Mm-hmm. Hát ez a jó boom. Vagy nagy hanggal, vagy valami különlegessel, úgy tűnik, hogy erre ugrik a gép. Nem tudjuk, hogy mi indítja be ezt a szoftver, de hát egyszerűen kiszámíthatatlan. Ezért nem is szabad rá hagyatkozni. Nem, a szoftverben nem lehet bízni. Na, mi újság van? Tegnap farkasszemet néztem. Na. A négy szemű szörnyel. A busafejű, nem is tudom mivel. Gyerekek, új trafi. Igen? Új trafi, a Podmanickén haladtam. Tesztelted? Dózsa felé nem tudom, mert most ugye az van, hogy ők tesztelnek. Uh-huh. Ők tesztelnek, hogy működik, de állítólag bünti még nincs belőle. Mentem, és ott állt egy nagyon kedves rendőr hölgy. Azért mondom, hogy kedves, mert hát, ha megvan még az adat, amit a delete gombbal lehet. Nem, szerencsére nem mentem gyorsan. Nagyon-nagyon impozáns a látvány, már maga a gépezet, ahogy így szembenéz veled, és mondom, akkor már megnézem, hogy mik a díjtételezések azzal kapcsolatban, hogyha valami hibát követsz el. Rá is kerestem a dologra, és meg is van, ezek nyílt titkok, tehát hogyha valaki... Ugye nem megálltál. Érdek, nem. Nekem az jobban tetszett volna. Meg a Rákóczi Ferenc állampolgár vagyok. Egy szelfit nyomhatunk. Élnék a jogommal. Nem önnel, a géppel. Nem álltam meg. Viszont megnéztem, ugye a gyorshajtás az ugyanúgy 30 000-től 300 000-ig. Az nem változott. Igen. Viszont mondom, ha nem tudnátok, hogy 10-15-20 000 forint a biztonsági öv, azt nem tudom, hogy mi változtat rajta. Tehát, hogyha ketten nem vannak bekapcsolva, vagy ha egyedül nem vagy bekapcsolva. 15-től 20-ig? 10-15 vagy 20 ezer. Ja, megvan, lakott terület, vidék, illetve autópálya. Tehát lakott területen egy 10-es, vidéken 15, és akkor 20 ezer forint az autópályás történet. Aha. Mondom, egy jelzőlámpa, indokolatlan használat, 50 rugó. 50 ezer forint, az, hogyha nem használod, vagy hogyha használod. A piros lámpán való áthajtás szintén egy 50 ezres. Ez csak az irányjelzésre vonatkozik, igen. Vagy pedig a ködlámpára nem? Nem, a ködlámpára nem. Na, ködlámpára. Annak örülnének sokan, hogy azt reformálnák már. Az meg. Biztos, igen. Ködzárófény. Ködzárófény. Ja, ne haragudjon, doktor úr. Ködzárófény. A hátsó ködzáró, elő a ködlámpától ködzárófény. Ködzáró. Ködzáró. Elől mi? Elől ködlámpa? Azt hiszem elő ködlámpa, nem? Aha. Hátul ködzárófény. Vagy... Igen, mert előre nem zársz, igaz. A piros a ködzáró. Hülye neve van, hogy miért ködzáró fény? Nem zárja le a ködöt. Lezárja a ködöt, még hülyeség. Köd az attól van. Ködlámpa elő-hátul, hívjuk így. Vasúti átjáró 60 ezer, csak hogy tovább sokkoljak, az szerintem jogos egyébként. Záróvonal 30. Uh-huh. Az kemény. Záróvonal 30 ezer, azt mondja, hogy mondjak valami, kötelező haladási irány megszegése 50 ezer, tehát hogyha mondjuk bemész balra, ahol nem lehet, vagy jobbra, az kötelező haladás. 50 ezer. A legnagyobb az autópálya leállósávjában való haladás, tehát amikor megállt a forgalom a baleset miatt, 80. te elhúzol, 100. Az igen. Tehát hogyha mit csinálsz, ha? Megállt az autópálya, baleset, és te a leállósávban haladsz. Kiló? Az egy kiló. Az, az egy kiló sztori lesz, és ez akkor megéri. Ennyi. Uh-huh. Ennyi. 30 olyan nincsen, ezer hogy buszsáv. Egyéb 150? Nincs. Tudod, hogy amiből ezt... beszuszakolható még ez az ama. Nem tudjuk kategorizálni, uram, de 150 lesz. Egyéb. Ennyi. Mi volt a probléma? Egyéb. 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 Nem tudjuk, de egyéb. Egyéb. Úgyhogy most már, hogyha ott mész nyáron a Balcsi felé nagyon sietsz, áll az autópálya, az egy 100-as lesz. Uh-huh. Ilyenek vannak, ilyen pénzek vannak. Csak mondom, megnézem már, hogyha találkoztam vele, egyébként marha jól néz ki, tehát még újak, csilivilik, és látszik ott, hogy ez a nagy gép mindent tud. Azt mondják egyébként, hogy egyszerre csak egyet tud figyelni.
Tehát hogy egyet? Hogy, tehát, hogyha én nem vagyok bekötve, akkor rám áll, de közben mögöttem sávot váltanak, hogy, akkor index nélkül, akkor azt nem? Azt nem, igen, hogy egyszerre csak a sáv, mondjuk a izét figyeli, csak és a sáv. És ha index nélkül sávot váltok, és a leálló sáv meg, akkor mi van? Összezavarodik a gép? Hát, ha szerencse van, akkor csak a be nem kötött biztonsági övet észlelik. Ez az, tehát akkor mit csinál, hogyha a sávváltás index nélkül, be nem kötött biztonsági övvel, záravonalon, akkor mit csinál? Kiírja, hogy ez a hülye. Kiírja, hogy úristen. Error. Igen. Jó, hogy ennyit egyszerre nem tudok. Vagy felvillan a Balázs piktogram, tudod, Balázs, és elkezd világítani, hogy állítsák meg, állítsák meg. Te egy ilyen modern szerkezet, és csak egyszerre egyet tud. Állítólag, hogy valamire ráállnak, azt mondják, hogy akkor most csak a piros lámpát nézik, hogy azon te átmész, vagy nem, és akkor csak azt fogja nézni. Még nem állítanak vonalbírokat, mint a teniszbe. Tehát, hogy ködlámpa, vagy guggoljanak oda le, és akkor... Én egy rohadt biztonsági övé miatt sokat fogok fizetni, nem kötöm be magam, nem szeretem. Nem csipog? Engem már idegesít. Te ne, ha csipogna. Hát van ilyen. Ja, nincs neked olyan, de ahogy van. Tessék? De ahogy van, elromlott. Mondd azt inkább. Azt továbbra se értem, hogy, tehát, hogy technikailag, hogy azt hogy észleli, hogy az most egy igazi biztonsági övé, nem igazi biztonsági övé. Hát a csat ugyanaz. Hát keresztbe, vagy nem a keresztbe. Most nem két dologról beszéltek, te a csipogásról, ő a mérésről. Ja, a csipogás, de a mérésről. Tehát, hogy a szerkezet, hogy fogja észlelni azt, hogy te nem vagy bekötve, vagy az alatt lát. Az nem. Na most erről csak annyit, hogy valamelyik nap ugye behoztam azt a kis tatyót, ami újra feldolgozott anyagokból készült, és ajánlóból kaptam a héten, na ott konkrétan egy biztonsági öv a táskának a pártja. Az az, de már van olyan póló, ahol ugye biztonsági öv kapható keresztül. Föl, azzal nem tud mit csinálni. Tehát azt látja, megnézi, hogy rajtad van-e, illetve nyilván a vállat fölött, ami már nem érintkezik a testeddel, ott megy-e. Hát az, ha valaki bizonyítja te, hogy az ott nem csak elfordult, és síkba látta a kamera, szóval azért az bíró legyen a talpán, aki ebbe így bele tud. Hosszú fárasztó perekre lehet felkészülni a kedves bíróság. Mondjuk fehér pólóba beülsz, és nincs van ilyen póló, fehér póló, és keresztbe már átva húzva rajta egy fekete csík. Tizet rendeltem belőle azonnal. Meglegyen nyárat. És XXL eset, hogy nagy kabátra is föl tudunk húzni, hogy lehessen. Én egy csomó mindennel egyetértek, meg persze nem menjünk. Tehát minden, amivel mást veszélyeztetünk, az rendben van. A biztonsági öv az egy saját döntés. Tehát azért az ritkán fordul elő, hogy a biztonsági öv miatt te kiugrasz, átesel a másik autóba, és ott károkat okozol. Tehát, hogy én magamba kárt akarok tenni, és hülye vagyok, akkor azt megteltem. Az, hogyha leállósába megyek, nem indexelek, azzal már mást is veszélyeztetek. Az rendben van, a gyors hajtással, mindennel. Ez a biztonsági jövőt, én értem, hogy ők biztonságra törekednek, én nem használom, nem szeretem. Idegesít, zavar, feszül rajtam, nem szoktam használni. Ez akkor rossz, ha be van nyomva ugye az öv, hogy ne pillogjon és fölpofoz a légzsák. Mert ugye ha be van nyomva, akkor ezek az SRS-ek már ezek ugye érzékelik, hogy te be vagy kötve, és akkor nyílik a légzsák. És ha nem nyomod be, akkor nem nyílik ki. Hát összeköti a biztonsági öv bekötését a légzsák nyílásával. Ilyen modern autók is vannak, nézd már. Na most ugye ebben az a rossz, hogy ha te bedugod, vagy a hátad mögött átkötöd, amit sokan csinálnak, hogy szintén áthúzod a hátad mögött, mert rohadtul idegesít, és betolod, és van légzsák a kocsiban, ami érzik, hogy akkor az nyílik. De viszont nem fog, de most meg ugye, az öv. Nem fog meg az öv. Júj. És mint egy 600-al nyíló légzsák, az ugye? Szinte, mintha az autóban ütköznél. Mintha az autóban ütköznél, esel bele a légzsákba. És akkor jön a szembe pofon. Elpofoz a légzsák. Nem szerencsés. Nem szerencsés. Úgyhogy hát igen, ezt az ember vállalja. De most már egyébként már néhányszor bekötöttem magam, próbálom szokni, pont emiatt. Na hát azt most már nem teszek többet a központi költségvetésbe. Á, meg a gyerek, ha ott ül, akkor nem, akkor csak egy kicsit felelősebb vagy. Hát most adnak mi közel a gyerekhez, hogy a gyerek ott ül látod mögött, hogy te be vagy kötött. Hát, hogy látja, hogy te rendes ember vagy. Hogy ne csak az anyjával nőjön fel. Ja, ebből a szempontból így igen. Na de az a gyerek, ha nem ül ott a gyerek, na de nem ül ott a gyerek, akkor is az anyja nélkül nő föl, tehát a párhuzam az abból a szempontból nem. Akkor közben akkor is, ha nincs ott a gyerek, mert akkor is a gyerek nélkül nő föl az anyja, vagy a gyerek. Meg abban igazából a férjenek, hogy a példa, mert a gyerek, ugye szoktuk mondani, kicsi nem hülye, meg fogja kérdezni, apa, te mi ne? Akkor én se. Apának nem apának kell, nagy főnök vagyok. Én se kötöm be. Akkor mi van? Hát nem, hát akkor azért bekötöd. De majd ha nagy leszel. Majd ha nagy leszel, akkor igen, és már nem az én kenyeremet ezzel, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Addig... Majd ha nem az én kenyeremet zabálod, akkor kötöd be magad, amikor akarod, de addig... Igen. Na, de mindegy. Szóval, hogy igen, ez a biztonsági öv, ez egy érdekes kérdés, hogy honnan a fenéből fejtik majd meg pontosan. Ami rajtad volt. Telefonálás büntetik? Igen. Mennyi lett? Már is mondom neked, azt mondja, hogy telefonálás kihangosító nélküli 30 ezer. Tehát kézben tartott mobil 30. Kaja? Azt nem, az továbbra se. Gyorshajtás van. Kihang... Cigi? Azt semmi? Semmi? Semmi, ivás se.
Már hogy üdítőit a fogyasztása. Tiltott behajtás van még 30, jogtalan megállás autópályán leállósávban 40, haladás a 100 ezer a leállópálya vagy a leállósávban, buszsáv az 20 ezer. Hát ez szép, igen, jó. Tegnap egyébként próbáltunk állásfoglalást kérni az ORFK-tól, hogy hol mérnek, meg állnak, miért állnak leállósávban szemben. Ugye, vagy a leállósában azt mondták, hogy nem nyilatkoznak. Nem értem, hogy miért nincs egyébként nekik ilyen nyilatkozati kötelezettségük, vagy hogyha van, akkor azt miért nem tartják. Tehát, hogyha van egyébként egy országos rádiótól egy megkeresés, hogy már pedig a mi hallgatóinknak joga van tudni, hogy egyébként a rendőr miért mér a leállósában szembe a forgalommal, vagy forgalommal elzárt területen. Szóval nem szeretnének nyilatkozni. Hát de miért? Nem hiszem, ez megdöbbentő egyébként, tehát ez nonsense. Azért kíváncsiak. Hát hogy? Hát nincs jogunk tudni, hogy hogy mérnek, hogy milyen alapon mérnek, hogy elbújva miért mérhetnek, hogy más országban miért van az, hogy nem bújhatnak el, hogy szabad felületet kell biztosítani, láthatóvá kell tenni a trafipaxot, tehát hogy azért van egy csomó minden, amit szerettünk volna megkérdezni, de nem akárnak nyilatkozni. Hát az állampolgári tájékoztatás megtagadása. Hát igen, de nem beszarás van, tudod. Ezt most csináld végig, és akkor majd utána. De utána vele majd is ott vagy. De nem mindenki fosik, hogy mit lehet mondani, mit nem lehet mondani, inkább senki nem vállalja. Abban nem lehet baj, ha hallgatunk. Na tudod? Jó, de hát erre csak van egy szabályzásuk, nem? Azért a rendőrség az egy testület, tehát az nem olyan, mint a mit tudom én, micsoda, aki kitalálja, hogy most ide állok, oda állok, nekik csak van erre egy leírás, hogy trafipaxozni lehet mindenhol. De régen még a Karamvölgyit még föl tudtuk írni, és itt volt, elmondta, volt egy állandó szóvivője a rendőrségnek, fölhívtuk, és minden kérdésre válaszolt. Valahogy ő kezdenek egy picit így megcsontosodni, a fele tudja, hogy miért. Mert egyébként előfordult már náluk is, hogy egy nagyon jó arccal sikerült beszélnünk, és készségesen nyilatkozott. Hát most ugye volt egy másik ügy, amiből kifolyólag mi szereztünk egy szakértőt, ugye az autólopási ügyekről van szó, aki mondta is, hogy nagyon-nagyon szívesen nyilatkozna nekünk, aztán kiderült, hogy a főnök, én meg nem szeretnék, ha ő nyilatkozna. És akkor nem lett belőle semmi, pedig az is közügy. Nincs kedvük, nem érnek rá, mindenki melózik. Ja, lehet. Igen. Szóval érdekes. Na mindegy, jó van. Hát ennyit akkor a rendőrség, mondom, mindenki közlekedjen biztonságosan, és akkor tessék bekötni a biztonságjövet, tessék úgy menni, hogy senkinek ne legyen büntetés. Az mindig a legegyszerűbb egyébként. Tehát szabályosan menni, betartani a sebességet, bekötni magad, nem? Ennyi, és akkor nincs baj. De szeretem, hogy mi ketten osztjuk az észtemben. Emlékszem még, mikor egyszer hallottunk Sopronba. És? Nem emlékszel, ketten mentünk két külön kocsival, mentünk a díjátadóra, ahol te év műsorvezetője lettél. Ja, volt fólióra. Mi meg Janival elmentünk, hogy ott legyünk, és ha jól emlékszem, akkor siettünk, de nem akarok erről többet mondani, mert még nem járt le. Ja, ott picit húz, bele kellett húzni, eltévedtünk, vagy későn indultunk, vagy nem is tudom. Későn indultunk, ennyi volt. Igen. Szerezek nektek ilyen biztonságjöves pólót? Nekem ott a táskám. De én amúgy is bekötöm magam. Az a baj, hogy táskában nem jó ülni. Tehát, hogy úgy, hogy rajtam van. Nem a táskában ülök. Nem a táskában, csak akkor, hogyha sok csomagja van múlni, akkor mindig betesz engem egy kis táskába, így a mellére vesz, és mint egy ilyen kis kutyát ott visz. De csak a fejed lóki, vagy a kezed is. Igen, és hogy hívják, és nézegetek ilyen könnyes szemmel mindenfelé. Az arra, ha kifordítva veszed föl, akkor visszafele van a csík, ez nem jó. Aha. Hát majd megpróbálok oda figyelni. Várjál, ha így megy a csík, és az fordítva veszed fel, akkor az a hátán van. Hát igen. De ha kifordítva vagy, akkor más. Akkor fordítva a másik. Megvan, hogy neked olyan a biztonság, hogy egy jobbra jön, és balra dugod be. Ez egy angol autó, ura. Ez egy angol autó itt. A hülye felveszi kifordítva, vagy fordítva a pólót, és jobbra-balra megy a csík neki. Uram, milyen biztonság jó ez? Hogy megy a csík? És van benne anyós ülésre való? Mert akkor az fordítva. Az a jobb vállattól indul. Igen. És van sofőr, az meg a bal vállattól indul. Hát gondolom tudsz olyat is venni, igen. Igen. De hát kinek kell ilyen? Hát itt ebben a stúdióban mindenki jogkövető állampolgár, ugye? Gondolom én. Így van. Hát most nem az Ákos is, ugye azért óvatosan ezekkel a kijelentésekkel. Ne általánosítsunk. Igen, mivel mondjuk én, tényleg én nem szoktam. De egyébként öregszem, ennél már egy próbálgatom, és egészen jól esik. Na, hogy állunk játékkal? 4-0. Még hetet, még napot se nyert senki? Hát nem. Ugye úgy vagyunk, hogy 8 nyert hét, egy döntetlen hét. Már hogyha ezt is beleszámolom, akkor 8 nyert hetünk van. Akkor ma még van egy lehetősége valakinek, de hát ez már mindegy is. Egyéni győzelemnek jó. Szegény Harrison Ford lezuhant. Hallottátok? Már megint? Nem. Ő már lezuhant egyszer. Forgatás közben? Nem, a kis repülőjével repült, és valahol odavágta magát a Santa Barbarai reptér mellett egyébként. De eltek jól van, hordágyom mitték el, nyakmerevítő minden, de hogy a mázlia volt. Egészen komoly repülő balesete volt.
Volt egy helikopter baleset, én úgy emlékszem pár évvel ezelőtt, úgyhogy úgy tűnik, hogy szereti az ilyeneket. Nem, mert hogy valami filmet láttál, ahol ez van? Nem volt, Ákos, nem te mondtad a hírekben. De volt, 99-ben volt helikopter balesete, abból is csak úgy kipattant, meg ebből a gépből is csak úgy kipattant, pedig darabokban volt. Hát annyira nem pattanhatott, ha hordány. Nem, aztán azért kipattant, felugrott a Igen. Felfelé mutatta a hüvelykujját. Minden oké. Mégis csak ugye Han Solo-ról van szó. Igen, és üvöltött, hogy Luke, betaláltál eltaláltad a birodalmi. Eltaláltad a reaktort, üvöltött Han, és mondták, hogy Mr. Harrison, Mr. Ford, Mr. Ford, ez nem az. Ez már nem az. Ez nem az, az 30 éve volt Mr. Ford. Luke, Leia, kapunk jutalmat, üvöltötte szegénykém. De jól van, tehát nincs komoly baja, de egy-két minimális sérüléssel ő azért ezt megúszta. Isten szerencse, hát azért egy repülőgép katasztrófából azért kevesen szállnak ki. És jelezte Jabbának is, hogy megvan a pénz, és hogy vinni fogja, semmi gond. Igen, fejvadász. Lehet, hogy igen. És egy kereső fejvadász elől menekült szegényként. Na, jól van. Hát figyeljetek, akkor tessék jelentkezni játékra, ne megint utána legyen morgolódás, hogy miért ő. Ha valaki érez magában erőt, akkor írjon nekünk nyugodtan SMS-t, jó? Jó, de ha elment a kedvetek, és esetleg nem akartok, azt is megértjük. Igen, ha a gyávák vagytok, elmenekültök, és hagytok minket 4-0-val, az is jó nekünk. Tehát a hetet már nem tudjuk elbukni. De ha valaki érez magában erőt, akkor jelentkezzen játékra. Jó, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Van egy kettő, azt nézem, ha vált. Az SMS falam. Baleset Csúcsáp és Mende között. Ez ebben a pillanatban jött. Rafi az M5-ösön Pest felé. Egy pihenőnél üzente nekünk Zsolesz. Köszönjük szépen. Aztán Hello Balázs, egy közlekedési szakembernek tettem fel egyszer azt a kérdést, hogy miért kötelező a biztonsági öv, mikor az egyéni passzív biztonsági berendezés. Azt mondta, azért, mert ha van egy baleset, és annak te vagy az okozója, akkor nem mindegy, hogy milyen büntetést kapsz. Gondolj bele, ha be vagy kötve a másik autós, akkor lehet, hogy 8 napon túl gyógyuló sérülő szenved, de ha nem volt bekötve, akkor lehet, hogy belehal. Nem mindegy az ítélet a bíróságon. Hát, és szerintem úgy nem veszik, figyelj. Tehát, ha nem volt bekötve, te okoztad a balesetet, nem volt bekötve a másik, és elhalálozik. Szerintem számít. Számít? A végső megítélésében halálos közúti baleset okozása, hogyne. Aha. Hogyne. Még akkor se, hogyha nem volt bekötve az ő. Persze, hát azután már nagyon nehéz bizonyítani, hogy azért, ha belett volna kötve, lehet, hogy nem hal. Ez egy érdekes felvetés egyébként, igen. Nem mindegy az ítélet a bíróságon, ezt Ewing küldte nekünk, igen. Hát persze. Hát ez akkor ugyanúgy számít. Hát akkor az nem mindegy, hogy te milyen közúti balesetet okozol, vagy gondatlan veszélyeztetés. Persze. Tehát ezért fontos, hogy te be legyél kötve. Hát meg akkor, hogy ő legyen bekötve. Na de tehát, akkor, hogy mindenki legyen hát bekötve. Hát úgyhogy úgy értem, hogy ha ő ütközik velem, akkor én miatta legyek bekötve, hogy őt megvédjem. Gondolj másokra. Na, nem magadra. Te kis önző. Hanem másokra. Tehát, hogy más miatt kösd be magad, hogy az SMS írója. Mert hogyha közben veled szemben ütköznek, akkor és ő abba belepusztulsz. És én nem kötöm bele magam felelőtlenül, akkor ő több időre megy börtönbe, mert én nem kötöttem be magam. Pontosan, más magyarul, miatt kössétek be magatokat. Érted? Ne rohadjak már meg a sitten azért, mert te nem kötött be magad. Á, igen. Hát, tehát ha mi ütközünk, és én nem vagyok bekötve, és megmurdálok. Miattunk, te vagy akkor, plusz 10 évet rácsózok. Plusz 6 évet kapsz miattam, mert én nem voltam bekötve, igen. Ez egy érdekes meglátás, bele se gondolt az ember, de érdekes, igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. Én remélem, jó játékos lesz, gyerekek, nem valamilyen, aki egy másodperc alatt kimondja. Itt jönnek az események, csak gyengék vagytok hozzá, meg puák vagytok, igen, csirkék igen, tudjuk, vagytok, tudjuk. Meg nem jó, tudom, mit vagyunk, közben 4-0, aztán megint megnyerjük. Utána pedig majd jönnek az események, hogy megint miért olyat választottunk, aki egyébként beszélni se tud. Ugye általában így játékosok írják nekünk a játék után, mikor a játékos kimondja, 10 másodperc után, na megint kit választottatok. Úgyhogy meglátjuk, jó? Itt van a játékos, és már is játszunk vele. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Barbie! Honnan hívtál minket, Barbie?
Budapestről. Budapestről, mivel foglalkozom? Dadus vagyok egy oviban. Ó, hát az nagyon szép. Az igen, nagyon szerettem szép. Is. Ma szűnnap? Nevelés nélküli van, gyerkőcök otthon vannak, mi meg tavaszi nagy takarítunk éppen. Pont a múlt héten volt nekünk, vagy két hete, szakkörözik az ember, hova tegye a gyereket, tud. Hirtelen, ha két napos, hétvége három napos lesz, nem egyszerű. Ilyenkor mi történik a nevelés nélküli napon? Mert az ember azt gondolja, hogy feltett lábban mulatják az időt az óvónők, de nyilván nem, igen. Tehát ilyenkor az óvodán belül kell mindig valamit rendbe tenni? Hát az óvónénik értekeznek, vagy valamerre vannak továbbképzésen, mi megtakarítunk. Csináljuk azokat a feladatokat, amiket gyerekek mellett nem tudunk. Úgy gondolom, ágynemű áthúzás, meg nem. Van azt mondja, gyerekek mellett is meg takarítás, ugye, rendbetétele. Ablakbalógunk. Ablakmosás. Hát igen, az gyerekek igen. Mellett azért picit nehezebb. Igen. Na jól van, Barbi. Kivel szeretné játszani? Balázsral. Velem? Igen. Vagy valami más Balázs is. Más. Igen. Jól van. Szerintem más Balázs nem ismerek. Jól van, Barbi, oké. Okay. Jó játékos vagy? Hát bízom benne. Na, meglátjuk. Jó, Jani? 3-2 van, fejött. Itt vagyok. Hello, Balázs. Hello, Barbi. Mi a csoportba jár? Mi a csoportjának a neve? Jó kérdés. Viki meg fog ölni. Katica. Nehogy már. Katica, az én csoportom is Katica csoport. Tényleg? Komolyan? Azt a mindenit. Ez őrület. Kifia a világ, ugye? Mióta vagy dadus? Hát 3 éve. Idén lesz 4. Idén lesz 4. Szereted csinálni? Imádom. Nagyon szeretem a gyerekeket. Főleg ezt a korcsoportot. Van már saját is? Van 3. 3 gyereked van? 3 gyerkőcöm van. Jézusom. Egy lány és 2 fiú. A hangod alapján olyan fiatalos volt. Hány éves vagy? 30. 30 éves vagy? Szereted, 30 hogy 30 éves vagy? Hát, imádom. És lesz még gyerek? Akartok még többen? Isten ment. Pont elég ez a 3, tökéletesen megfelelős. Itt a vége! Azóta azon gondolkozom, hogy melyik csoportba jár a gyerekem. Hogy Katica. Nem Katica, azt beblöföltem, nem Katica egyébként. A VIP-be. De jól beletaláltál. Karszalag van a kezén. Ja, Istenem, gyerekek, na most aztán végem van. Minden nap megyek a gyerekért délután, és most ne hirtelen nem fognak köszönni. Nem fognak visszaköszönni. Figyelj, hallod, 3 hétig téma lesz. Na, ez se tudja, melyik csoportba jár a gyerekem. Mert mire jön az óvodába a gyerekem, már mindig egy másik csoportban, mert összevonják a csoportokat 5 órakor. Azért nem tudja, igen, hogy... Ügyelet. Ügyelet van, igen. Mert nem 5-kor megyek a gyerekem 4:30. És akkor már csak játszik egyedül 3 fakockával. Ott nem nagyon lehet eltéveszteni, hisz ő az egyet egy gyerekben. Igen, már záróan az óvoda, hátul megyek be, és ő még feloltott lábával játszik. Csak a karbantartó bácsi van benne. Rám néz, és mondja, apa, ilyenkor rájöttél, hadd játszak még. Mindegy, szóval igen, rövid zárlat volt, ez a csoportos kérdés, ez jó volt. Szóval 3 gyereked, a hangod alapján olyan, annyira tényleg ilyen tínédzser korúnak tűntél. Ó, köszönöm szépen. Na. Jól van. Ügyes vagy, viszont te tényleg jó játékos vagy, úgyhogy sikerült jót választani, meg is van az ajándékcsomagod, jó? Nagyszerű, hú, de örülök, szuper, köszönöm szépen. És te szerezted a becsületpontot a héten a hallgatóknak, az még külön eredmény. Egy egész ország hálás most neked. Jaj. Tényleg, Barbikám, erre legyél büszke, mert arcoskodtunk, és végre van valaki, aki ezen a héten legyőzött bennünket, de ebből a héten nem sok volt. Te vagy ott tényleg az első. Hát, nagyon örülök, büszke vagyok. Most már örömmel blogok újra az ablakba. Vár az ablaktakarítás? Persze, még hajjaj, még sok ablak van. No, azt nézem, Viki küldötte nekem SMS-t. Még nem, de nem. Azt hiszem, nem szivárvány. Blöffölök, azt hiszem a szivárvány. Miért küldene SMS-t? Alszik beszélni még. Se fog veled. Az is igaz. Na, én büntibe leszek. Barbikám, köszi a játékot, ügyes voltál. Én is köszönöm szépen. Puszi. Szép napot nektek. Hello. Sziasztok. Hello. Ügyes volt. Nagyon és úgy játszotta végig, hogy nem is nagyon gondolkozott. Azt mindig szeretem, ha valaki csak így zsigerből nyomja, nem? Kevés gondolkodással, nem görcsül az, hogy most mit lehet, mit nem, hanem így beszélt. Tényleg jó játékos. Persze ennek ellenére nyilván 4-1. Most azért értitek. Szóval persze lehet itt kapaszkodni egy győzelembe, meg örülni SMS-ben. Látjuk, hogy osszad őket, Barbikám, osszad őket, persze lehet most kapaszkodni Barbiba. Tehát azért ez is kevés. Jobb 5 Barbi kellett volna nektek. Beütötték azt az 1 pontot, de hát mi már akkor a pályán se voltunk. Ennyi. Már vonultunk le az öltözőbe. Még volt 2 perc. Volt 2 perc, mi már az eredmény átadásnál voltunk a trófea átvételénél, úgyhogy így könnyű pontot szerezni. Gyávák. A gyerekek. Na jó van.
Jövünk a hírek után, egy érdekes dologról beszélünk, ami egészen friss, vagy annyira friss, hogy még szinte meleg, mert hogy ez csak egy javaslat, hangsúlyozzuk, senkinek nem akarjuk borzolni a kedélyállapotát így korra reggel, de egy javaslat szerint kompetenciateszt alapján dőlhet el a jövőben, hogy az általános iskolások hol folytathatják a tanulmányaikat, és ezt a kompetenciatesztet hetedikben akarják megiratni, ami elég furcsa szerintem, de talán vannak, akik úgy gondolják, hogy mégiscsak lehet ebben valami, ami jó. Ezt vitatjuk majd meg szülőként, hogy miért kellene már hetedikben eldöntetni a gyerekekkel, hogy hova akarnak tovább menni, miről szól ez a kompetenciateszt, de tesszük hozzá, hogy azért ez még erősen javaslat kategóriában van, ez még nem egy eldölt dolog, hogy hetedikben már a gyerekedről eldöntik, hogy ő gimnáziumba mehet, ő szakközépbe mehet, ő szakiskolába mehet, de a tervezet szerint ezt akarják, ugye, mert hogy túl sokan akarnak gimnáziumba menni. Aha, milyen hülye gyerekkel, fene augusztusukat tanulni akarnak, nem a kutyapályát, hát milyen hülye gyerekek. Igen, mert nincs szakmunkás, érted, aki melózzon. Hát... Igen, annál is inkább okosak a magyar gyerekek, igen. Érdekes ez a felvetés, mert sokan pont azért érvelnek például a 10-osztályos általános iskola mellett, mert hogy a gyerek még esélyt kap arra, hogy mondjuk egy-két évvel később döntse el, hogy mi legyen belőle. Ami szerintem, hogyha csak saját magunkra gondolunk vissza, arra, hogy fogalmad, amikor megkérdezték tőlünk 14 évesen, tehát 8-dikban, hogy mik szeretnénk lenni, akkor se tudtunk rá semmi. Itt most nem arról van szó, hogy a gyerek dönt, hanem a teszt alapján eldöntik. Igen. De hát egy... Tehát itt nem kell a gyereknek dönteni. Persze. Csak, hát na, az ezért volt rosszat a gyerekkorról, látod? Meg az enyém, mert 8-ban neked kellett mondani valamit. Most nincs ez. Már 7-ben megmondják. Igen, de 7-ben egy életlen személyiségű gyermek kis trigulái, meg x-ei, meg hogy hívják, hogy alapján majd meg fogják mondani, hogy ő most alkalmas, vagy nem alkalmas. Ez egy javaslat, de erről beszélünk, és felhívunk egy tanárt, aki elmondja, hogy szerinte ez jó vagy nem, mit gondol erről, mégiscsak tanár, és ő érte ez a legjobban, hogy ha ebből a javaslatból mondjuk tényleg elfogadott törvény lesz, és ezt így kell majd csinálni, akkor az jó, vagy nem. Úgyhogy erről beszélgetünk. Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra múlt 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, nem is beszéltünk még róla, egy mondatot beszéljünk arról azért, hogy vasárnap nőnap van. Hát, Istenem! Na, hát azért, hogy tudtuk hát ezt mondani se kell? Komolyan mondom, eddig kihagyni. Melyik hát vasárnap? Szemét, insovinista, férfi állat, te persze, jössz majd azzal, hogy ez egy komcsi ünnep, meg nem is ünnep, legalább most egyszer virágot venni a nőknek, de nem is ez jutott eszembe, hogy kedveskedj egy kicsit a nőknek, úgyhogy ma csak női játékosaink legyenek. Jó, Anna? Jó, legyen jó. Egy ilyen, ha hál' Isten már volt egy női játékos. Nagy lelki. Micsoda, micsoda gesztus. Istenem. Micsoda ajándék, ez így tőlem. Hozattunk virágot nektek, csak elfogyott az úton, olyan rohadt hideg van. Nem. Dehogy is, Feri, hát azért, mert a legközelebbi munkanap, ami a legközelebb esik a nőnek, az hétfő, ezért nem hoztunk. Gyerekek, képzétek el, nekem eszembe jutott. Mi? Hogy hozok a csajoknak virágot. De ebben semmi hazugság nincs. Tessék? Olyan szar napom volt tegnap, hogy aztán elfelejtettem. De? Eszembe jutott, hogy mi lenne, ha szakítanék azzal a hagyománnyal, hogy nem hozok nekik soha semmit, és hoznék nőnapra 200 vagy 300 virágot. Meglepődtek volna. Egyet Annának, egyet Julinak, egyet Lacinak. És... és eszembe jutott, és azt gondoltam, hogy Balázs fejlődsz. Balázs basszus fejlődsz. De jó vagy. Tavaly még eszedbe se jutott. Tavaly előtt azt se tudtad, hogy ez mi. Aha. Persze a feleségednek, meg az anyádnak már akkor is vettél, de a kollégáidra már nem gondolkodtál. Idén már eljutottál a majdnem vásárlás kategóriájáig. És ez tök jó. Csak aztán tegnap tényleg szörnyű napon volt sok szempontból. Hát meg ráadásul ugye mondtad magadnak, hogy de várjál egy picit, Balázs. Várjál egy picit, Balázs. De várjál egy kicsit, Balázs. Olyan? Azért azt nem olcsó. Figyelj, egyrészt, másrészt meg figyelj, de Balázs, mondtad magadnak. Olyan gyorsan, olyan temposan fejlődsz, hogy ez a többiek számára már szinte követhetetlen. Lemaradás lenne. Ne hozd őket zavarba a fejlődéseddel, lassíts ne hozz inkább sem. Le. Igen. Slow down, Balázs. Ha? Igen, slow down, Balázs, slow down. Majd jövőre. Ke lesz az két év is. Persze. Na mindegy, gyerekek, úgyhogy már majdnem hoztam virágot. De aztán persze nem hoztam, mert tegnap nem tudtam ezzel foglalkozni, de már gondolati síkon már-már materializálódott a virág, már-már fizikai síkra képeztem le a virágot, már megjelentek a körvonalakban a virágok. Rajzolsz nekik egyet-egyet? Az lesz majd, hogy 9 óra után rajzol. Egy 3D-s nyomtató, ami ugye a felénél így... Gyerekek,
Örülünk, szeretjük, vagy nem szeretjük? Mi szeretjük. Szeretem. Szeretem. Jó, ez az egy cálvirágot tessék venni otthon, nem? A csajoknak, a gyerekeknek, a nőknek, nem? Ezt az arcot nézd meg, hogy mi? Tessék? Csak mondom, New Yorkból indult, tehát egyébként nincs köze. Persze a New Yorki munkás csajok vívták ki ugye a jogaikat, de hogy azért ez... Hát akkor vegyenek nekik. Szóval azon nem lehet tenni, hogy na persze, mert a komcsiköt kitalálták, tehát hogy azért ez valami kezdeni volt János, minden héten visz virágot, érted? Na jó, ne hazudjatok, mert átok szakad. Marcipánból. Persze. Mert ők utálják, én meg szeretem. Igen. Na mindegy, szóval akkor legyenek gyerekek nőjátékosaink, jó? Kedveskedjünk ezzel a nőknek egy kicsit, hogy akkor ma nálunk itt nők játszanak. Az ne legyen, hogy mondjuk a nők iránti tiszteletünk jeléül ma női neveken szólítjuk egymást. Hát szerintem ne. Mögöttes tartalmat kapna megint ez a nőnap. Tehát, hogyha te elkezdenéd jólánozni, elkezdenéd te katizni. Meg is vagyunk. És elkezdenéd irénezni a felét, akkor megint egy kicsit áthallásos, egy ilyen fura kétértelmű megszólás. Megszólás lenne benne, és aztán majd megírná megint a sajtó, hogy itt mi történik, miközben mi csak a női neveken hívnánk egymást, és aztán itt mindent ránk sütnének. Neked is ez a vélemény? Jolán. Igen, Irén. Én szeretem, ha így hívsz. Egyébként meg nemzetközi Zoltán nap van, tehát... Szegény Zolik, ők egyébként ezen a napon el vannak nyolc, a kutya kész. Nem foglalkozik velük, mindenki a nőkkel foglalkozik, de gyerekeket egy nap lehet, amikor egy kicsit lehet többet foglalkozni a nőkkel, illetve ugye kettő, mert van az anyák napja és a nőnap. Én mondjuk az anyák napját jobban szeretem. Van különbség. Nekem a nőnap kicsit ilyen tényleg régi rendszert idéző, mikor ugye a vállalatban felköszöntötted a nőket, Marikát, az osztályvezetőt, fehér köpenyben virágot kellett, nincs, nem, akkor jósságbe rúgtak, hogy te milyen renitens gondolkodású vagy, hogy te nem foglalkozol a nőnappal. Ez régi rendszer volt. De ennyi kedvességet azért megtehetünk, nem? Szerintem simán. Hogy játszanak ma nagy, ma csak, szóljon már egy kicsit, de miért ne álljunk ki a Zoltánok mellett, és legyen ma az összes játékosunk Zoltán. Zoltán és nő, mert az nehéz. Az mások. Szinte kivitelezhetetlen. Jó lesz, vasárnap gyerekek. Reggel eltipeksz a virágból, és azt látom, két na, azt látom magam előtt, hogy felveszed a kis sportcoklidat, a kis világos izé, Adidas sportcipődet, és eltipeksz a virágot, a sorban állsz, aprót keresel a kezeddel, és két meleg baguette mellett viszel két darab szálvirágot. Ez te vagy. Tehát ez abszolút. Ne, te vagy. Nem két szálvirágot, mert úgy fogom megoldani, hogy ugye anyák napjára lesz majd ugye a virág, és akkor nőnapra meg a zöld. Amit mellé adnak. És akkor így a kettő külön. Együtt megvan. De miért nem úgy csinálod, hogy bemész a szoba közepére, azt mondod a virágnak és a Monikának, gyertek, hoztam nektek virágot, levetközöl mesztelenre, felmész gyertyállásba, és azt mondod, hogy hoztam nektek ánuszrózsát. Ez nagyon szép ajándék. Az a baj, hogy ezt hetente háromszor nyomom el, és már unja. A virág kifejezetten kérő, hogy ne. Vízbe akarjátok tenni, kádba tesszük, vagy beleszaboltok. Vagy megmetszitek a kis ánusz rózsámot. Mondott ezt úgy, hogy a nappaliban egyébként fent vagy egy fordított gyertyaállásban. De szép. Úgy, hogy azt mondta, hogy... A kézenállást meg a kézenjárást is gyakorolom kell. De nem, felmész gyertya, így megfogod így a csípőret, alátámasztod, felmész, nyomsz egy spárgát a levegőben, és azt mondod, boldog nőnapot, Mónika. De szép. Ez olyan szép kép. Nem mond, hogy ez egyébként nem egy jó elgondolás. És megint lenne egy jó fotónk, az nincs a programra, ugye az elitnek. És a nők mindig megszabolják a virágot, amit kapnak. Sajnos nem vagyok ott, hogy ezt lefotózzam, de ha te csinálsz magadról, akkor ígérem, hogy ez a kis elit Instagram közösségünkre, akik kicsit mostanában elhanyagolva érezhetik magukat, teszem hozzá egyébként joggal, két hetene vagy három hete nem kaptak fotót, ezzel tudnánk frissíteni. Jani nőnap alkalmával átadta az ő ánusz rózsáját. Lenne nézettsége? Lenne. Lehet, hogy a vasárnapi blikbe is bekerülnék rá. Ha rajta múlik, én azonnal elküldöm. Figyelj, én azonnal rossz. Elküldöm. Ez tehát egy ilyet csináltál, hogy oda menni, virágot venni, persze kell, meg egyébként ezt a nők hitelőigény. Nem ezt terveztem, azt terveztem, hogy ma én megyek el majd a gyerekért, és akkor majd Móni be lesz a szobába, és mondom, hogy hoztam neked virágot, virág, gyere be, na, szevasztok, megyek mászni. Az is tehát, jó, az is jó. Az is jó. Fogod a virágot, és átadod a Mónikának. Össze járt el a fejét, vagy nem férsz bele a vázába, hát engedjünk már vizet rá. Tényleg, hogyha virágot belehempergetem, vagy göngyölgetem egy celofánba, átkötöm a lábánál, megrakok be mellé egy-két zöldet, és odaviszem a Móniak. És az anyák napjára is jó. Jó, őszintén senki nem hazudik. Ki az, aki vesz virágot? Mi? A Somában. Te veszel, én is veszek, te nem veszel. Még nem tudom. Jó, kinek kamuzol? Nekem 20 év után, vagy neki 8 év után? Kinek? Rohadtul nem veszek. Na, hát ezt, na hát most miért, mondjuk most ki. Miért vennék, hát érted?
Én ugyanígy bevallom, én elhanyagolom a névnapokat. Gyerekek, nekem nem tud semmit jelenteni. Soha. Én nem tudom, mikor van Judit nap. Én tudom, mert karácsony előtt egy nappal van. De én megjegyeztem, hogy december 23-án nagyon jó vagyok Viktóriából egyébként, de mindig elfelejtem, és mindig meggyónom, hogy ne haragudj, de nem. És én is elvárom, hogy nekem se semmit. De nőnapra az egy, ez bírom, amikor egy kicsit így kiemelik a nőket, és akkor érezteted velük, hogy ők kicsit most nők. De most akkor én vagyok az érzéketlen tuskó, hogy én sokkal praktikusabb dolgokban gondolkodom. De mit most kap? Miért kap valamit? Mert megyünk ide, most van egy, hogy hívják, bioára, ez a közel a 30%-os engedmény, kap rudit meg szójapástitomot. Nem jobb? Azt megeszi, annak sokkal jobban örül, én ismerem. De hogy van, hogy a szójapástitomot nappal a rudlit meg éjszaka? Hogy van? Az van volt. Szója pársítom, mert a parudli este, vagy hogy van, milyen rudli ez? Akciós. Figyelj. Szóval azt írja valaki, beszéltek Zoltán Erikával, és megvagytok. De szellemes. Ez jó. De szellemes. Ez jó. Egyszerre, igen. Ő az egyetlen Zoltán, aki jól jár nőnapon. Na mindegy, 9 után majd még foglalkozunk a nőkkel egy picit, jó? De tessék ezt nem elutasítani, férfi társaink, ezt egy kicsit a nőknek ezt így. Kiemelni ezt a napot, szebbé tenni, nem? Állsz a virágosba, sokan vannak előtted, minden háromszor annyiba kerül, a pokolba kívánod az egészet, 600 helyen, 1600 forint most egy rózsa, mindig, mit tuti árat emelnek. Nőnap anyák, szétsét hirtelen megugrik. Ma nem ennyi, szerintem már virágoshoz, mert be se jutsz az üzletbe, mert amely valószínűleg igen. Ott te szemét! Igen. Egy virágos lennék, kicsit egy 200-a fölnyomnám a vágottat, nem? Hát most miért? Ők is most lehet, hogy arra gondolnak, hogy 200-al, akkor mit keresünk rajta? Hát egy 100 szekvű, mint a 600, akkor kicsit 7-5-re beemelem. Aztán hétfőn már leszázalékot szekvű van újra. Ne, menjetek el, vegyetek virágot tényleg, jó? Vagy rudlit. Milyen rohadtul szeretem a rudlit, meg Móni is rohadtul szeretem a rudlit. Ez van, ő azt kap is kész. Jól van, na... Ugye azt beszéltük, vagy azt ígértük, hogy foglalkozunk egy olyan javaslat, ami egyelőre egyébként még csak javaslat, csak elgondolkozunk rajta, hogy ez hogy nézne ki, mert hogy egy kompetencia mérést tervez, ugye, tulajdonképpen nem tudom, hogy pontosan ennek mi értelme van, de tervezi. Ugye? Ez egy fontos dolog, hogy kompetencia mérést terveznek az általános iskolában, amikor a 7. osztályban azért, hogy eldöntsék, hogy ki, hova, megy, vagy ki hova való. Most az Emberi Erőforrások Minisztériuma már nyilatkozott, hogy ez csak egy javaslat, meg hogy nem akarják ők ezt eldönteni, de mégis ugye azért az tervben van, hogy eszükbe jutott, hogy jó lenne egy ilyen tesztet iratni. Uh-huh. Így van. Az előzményekből csak egy mondat, mielőtt tovább mész az ösvényeden. Eddig ugye az volt, hogy 8-ban eldöntötted, hogy merre akarsz menni, és lett egy csomó bugdácsoló középiskolás, aki elment gimnáziumba. Ugyanis mi történik 8-ban? Segédfogalmad nincs, hogy mi akarsz lenni. Azt mondja a szüleid, hogy menjél el gimnáziumba, fiam, tanulsz még 4 évet, és akkor eldöntöd, hogy akkor még tanulsz egy szakmát, mert te inkább esztergályos akarsz lenni, vagy mész tovább, és ügyvéd leszel. És ez miért rossz? Ez azért rossz, mert az összes szakmunkás viszonylag üresen áldogál, nincs szakképzés, tehát nincsenek szakképzett ipari tanulók, és egy csomóan elmennek gimnáziumba, amit ők nem bírnak, alkalmatlanok rá. Igen, ugye a tervezett célja egészen pontosan az, hogy amit te is mondasz, hogy többen tanuljanak szakmunkásnak, technikusnak, és a koncepció készítője arra hivatkoznak egyelőre, de hangsúlyozunk, senki ne kapjon frászt, legalábbis én frászt kaptam, amikor ezt elolvastam, és rögtön elmondom, hogy miért. Mert hogy más európai országokban sokkal többen tanulnak szakképzésben, mint itthon. Meg lehet belőle kint élni jobban. Ezt azért tegyük hozzá. Igen, 2,5-es átlaggal már be lehet kerülni gimnáziumba, és ugyanakkor, akik ilyen alacsony átlaggal kerülnek be, utána nem mennek tovább mondjuk a felsőoktatásba, tehát kvázi tulajdonképpen fölöslegesen végezték el a gimnáziumot. Nekem ezzel több bajom van. Mondjad, figyelek. Mi az egyik? Nagy a virág. Nagyon jó. De ki az a Baló György? Nagyon szép kérdés, de tényleg jogos. Majd legyek szíves elmondani az egyiket. Igen. Én szerintem az a baj ezzel többek között, hogy lehet eldönteni egyetlen egy darab teszt alapján. Tételezzük fel, hogy ez a dolog mondjuk valóra válik. Ami szerintem egy szörnyű dolog, hogy nem a szülő, nem az iskola, nem együtt te döntesz a tanárokkal, hanem egy teszt alapján. Mikor te gyerekednek egyébként 7. év végén rossz napja van. Uh-huh. Ír egy rossz tesztet. Akkor mi van?
Akkor mi van? Tehát az iskola lényege az, ugye, hogy 6-8 éven keresztül figyelik a gyereket. És nézik, hogy milyen képességei domborodnak, miből van elmaradva. Hogy lehet azt úgy egy teszt alapján egyébként eldönteni, hogy abban az egy órában a gyerek mondjuk izgul, stresszel, alul teljesít, rosszul vizsgázik, és ír egy rossz tesztet, és neked ott a gyerekedet, mondjuk ha ez valóság lenne, és valóban ezen teszt alapján dönteni kell, de ez csak javaslat, a, már kiadták, hogy egyébként nyilván továbbra is a szülő dönthet. Akkor mi van? Akkor eltanácsolják a gyerekedet egy teszt alapján? Hát az iskola arról szól, hogy 8 év alatt gyere rá arra, hogy tulajdonképpen neked miben jó a gyereket. Nem lehet ezt egy darab, egy órás, két órás, három órás teszthez kötni, ahol ha te mondjuk alul teljesítesz, akkor effektíve elvágod a gyereket továbbtolási lehetőséget. Hát ez nagyon nagy hülyeség. Ha belegondoltok, hogy mondjuk 5-től 8-ig az évvégi bizonyítványok azok egy sokkal szélesebb spektrumon mutatják be azt, hogy ez a gyerek mire képes, hogy ez a gyerek mihez élt, hogy mihez van affinitása, mihez nem, hiszen az évvégi jegyeknek gyakorlatilag ezt kellene megmutatniuk. Ezért, mivel ott ő meg a másik volt, oldalon mi van? Egy teszt. Mivel ő ötös volt végig, nagy valószínűséggel ezt a tesztet is könnyebben fogja megoldani. Azért arra fölhívnám a figyelmet, hogy ezt úgy hívják kompetencia teszt, tehát ő nem azt fogja kérdezni, hogy mikor volt a mohácsi csata, hanem képességeket fog felmérni, amit az iskola, amikor jegyeket ad a gyerekednek, akkor pont nem csinálja. Az iskola ugye a történelemből kíváncsi az összefüggésekre, a dátumokra, a matematikából kíváncsi, a fizikából kíváncsi, a kompetencia teszt nem ez. Tehát ő nem azt fogja megkérdezni a hetedikben, persze, hogy másodfogó egyenlet megoldó képlete, hanem olyan teszteket fog veled csináltatni, ami alapján kiderül, igen, hogy te csak, mire leszel alkalmas. Ebben tök igazad van, ez abszolút így lenne, de tényleg csak javaslat. De fontos, hogy például én nagyon rossz voltam mindig, amikor nekem írnom kellett. Én egy humán beállítottságú srác voltam, és gyűlöltem minden, amikor tesztet kitölteni, írni, rosszul írtam, nem írtam, és a tényleg... És humán beállítottságú srác voltam, de imád, utáltam írni, olvasni. Ki kellett... Igen, és humán beállítottság volt, és annyira szeretem a matekot, az irodalmat, és gyűlöltem, higgyétek el, humán beállítottságú voltam, nem? Tehát mi van akkor, ha a gyerek például a kompetencia teszt alapján mondjuk ki kell tölteni két oldal, tesztet kell írni. A gyerek egyébként humánban jól beszél, jól kommunikál, ügyesen felel, de mondjuk ebben a tesztben, amit az előbb mondtam, szintén nem jó. Akkor megint nem a valós képességeit méret föl, rosszul méret föl, szóval, hogy... De hát akkor kiderül, hogy az írás beli kommunikációra ő alkalmatlan. Tehát ne menjen gimnáziumba. Ne menjen újságírónak. Aha. Vagy ne legyen bölcsész. Egyébként azért fura ez a felmérés, mert nagyon sok szakember megszólalt a cikk alapján, és azt mondják, hogy szakmunkásokból egyébként nincs hiány, tehát rosszul mondják, hogy nem a szakmunkásokból van hiány, hanem a minőségi szakmunkásokból van hiány. És itt van a nagy különbség, hogy Németországban azért elmondják, hogy mennyi a jó minőségi szakember, de olyan maga az alapképzés. Annyi órát tanulnak, úgy tanulnak, olyan oktatási emberektől tanulnak, akik valójában értenek hozzá, és van pedagógiai végzettségük, plusz ugye egy szakirányi végzettségük. És tehát itt nem hiány van, jó munkaerőből van hiány, ami nem mindegy, ugye. Kettő, hogy miért válasszam azt? Tehát, hogy persze, hogy mindenki a gimnázium felé és a felsőoktatás felé próbál kacsingatni, mikor azt gondolod, hogy abból aztán később sokkal jobban meg tudsz élni, mint amikor 100-150 ezer forint érte, nem tudom, mi leszel. És tudod, hogy eleve egy alulfizetett szakmát választasz, tehát, hogy persze, hogy nyilván kecsegtetőbb, de ezt egy teszttel lemérni, ez egy írtózatos nagy maraság lenne szerintem. Mert sajnos az a baj, az én időmről tudok beszélni, mert a mostaniakkal már nem vagyok annyira tisztában, de annak idején, aki az ment el szakmunkásképzőbe, akinek nem volt megfelelő tanulmányi átlaga ahhoz, hogy mondjuk gimnáziumba mehessen. A szakmunkás egy jelző volt, hogy te kettes voltál. Így van, ugye? Pontosan, és egy pejoratív jelző, sajnos. Miközben tőlünk nyugatabbra, olyan társadalmakban, ahol mondjuk egészségesebb jövőképük van, meg tudják egyébként azt, hogy esztergályosként is nagyon-nagyon jól fognak keresni, és nem kell neki feltétlenül mondjuk orvosnak lennie, vagy ügyvédnek, vagy bármi hasonlónak, ahhoz, hogy el tudja tartani a családját. Bátran mennek ilyen irányba is. Miközben állunk meg, hát azok kerülnek be. Lemondom, nem tudom, hogy ez pontosan így van-e mostanában. Annak idején, amikor én voltam, akkor így volt. Szerintem egy kicsit igen. Aztán mégis bárdogos lettél, nem? Milyen ügyesen csinálja. Ha egy berúgtak, fölzavartak a tetőre, azt mondták. A képesség alól kiváló drótos tót lehetett volna. Na, van egy tanárhallgatónk, akivel mi beszéltünk, Zoli volt, méghozzá az a tesi tanár, aki ugye már beszélt velünk, talán még a hét elején, hétfőn, ahogy a tesi tanár és a diákok megbüntetése, nagyon jó fej volt, úgyhogy felhívjuk a hírek után, hogy meghallgassunk egy tanárembert, hogy ő mondja el a véleményét arról, hiszen mégiscsak ebben él,
és tanárként dolgozik, ismeri a diákokat, 8 éven keresztül foglalkozik velük, ugye egy csoportot, ha visz mondjuk végig, vagy egy osztályt, hogy mi a véleménye erről egy tanárnak. Úgyhogy ezzel folytatjuk, mindjárt nagyon sok SMS is jött, ezeket is beolvassuk. Természetesen 1:30 múlt 1 perccel. Óven bácsival is játszunk a hírek után, ha valaki szeretne játszani, írjon nekünk SMS, mi pedig jövünk. Hölgyek. Hölgyek, csak csajok, így van. Uh-huh. Viszont ez Zoli, tök jó, hogy... Érted, nem véletlen, Zoli. Itt van ez rakva, érted. Te csak úgy hallgatod, mint hallgatod, de nem tudod, hogy pont egy Zoli, pont egy nő, pont négy nap, pont nagyon annyira tudtok, minden. Lehet, csak én vagyok egyedül bádogos. Na, jövünk mindjárt a folytatással a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy ugye egy napilap szerint megszellőztetett tervezet szerint az a cél, hogy többen tanuljanak szakmunkásnak, technikusnak, és elvileg ezt egy kompetencia teszten mérnék, de ez csak egy javaslat, igazából nincs is elfogadva. Sőt, mi több arról van szó, hogy tulajdonképpen ezután sem utasítják a diákot arra, hogy ide vagy oda menjen a javaslat szerint, csak ezt felméri az ő képességei, de hogy továbbra is a szülő, a gyerek és az iskola döntheti majd el közösen, hogy hova menjen. A célja az egyébként nyilván, hogy hát valahogy a gimnáziumi férőhelyek számát, ha nem is csökkentsék, de többen menjenek szakirányú képesítést választani különböző szakiskolákba. Ugye, mert hogy hát túl sokan mennek gimnáziumba, és kevés a szakirányú képesítéssel ellátott diák, ami egyébként aztán a munkaerőpiac száfol, mert hogy nem azt mondják, hogy kevés, arról van szó, hogy ugye kevés a jól képzett diák, aki kikerül, és azért az egy nagyon, nagyon nagy különbség. Ma már azért gondoljatok bele, esztergályos vagy, amire azt mondtad régen, hogy az szakmunkás, az komoly számítógépes ismeret kell CNC esztergályosként. Hát pontosan így van. Így van. Na, itt van velünk Zoli, akivel már beszéltünk hétfőn. Hello Zoli, jó reggelt kívánunk, ciao. Hello. Hát te már az iskolában, ahogy hallom. Igen. Ugye te tanár vagy, hétfőn beszéltünk, tesi földrajz, azt hiszem, vagy tesi... Matek. Tesi matek, így van. Na, éppen szünet van? Tessék? Éppen szünet van? Hát, lassan már jelzőcsengő, úgyhogy kicsit kapkodjunk, mert... Jó, olvastátok, te, mi tanár, csak kíváncsiak vagyunk, hogy mégis szólaljon meg valaki, aki azért már ehhez én ért. Én egy néhány mondatos cikket olvastam erről a témáról, és az alapján egy konkrét véleményt alkotni igazából nem lehet, mint ahogy egy könyvről sem, hogyha csak a tartalmi jegyzékét olvassa el az ember. Tehát erről így, ebben a formában véleményt alkotni igazából nem tudok. Egy egyszerű tapasztalatot tudok megosztani. Például elhangzott, mert még azért reggel hallgattam a tanást, hogy túl sokan akarnak gimnáziumba menni. Ezt egy kicsit annyiban tudom cáfolni, hogy ismerősi körben azt tapasztalom, hogy még a jóképességű vagy akár kitűnő tanuló is szívesen választ egyébként szakközépiskolát, akár szülő szaktanár meghallgatása után, vagy elmennek egy nyílt napra megnézi, és akkor ő azt látja, hogy így akkor kap egy érettségit is, egy szakmát is, és utána két irányba tud tovább indulni. Aha, tehát hogy te ezt tapasztalod tulajdonképpen. Maga... Igen. Uh-huh. Egyébként nyilván az iskola hosszú évek alatt méri föl, nem? Hogy egy diáknak mire van lehetősége, milyen képességei vannak. Sok minden kiderül egy tesztből, ez nem egy tudás alapú teszt, azért fontos, hanem föltesz bizonyos kérdéseket, igen, nemmel kell válaszolni, megjelöl bizonyos válaszokat. Én aztán... nem olvastam, tehát ezért mondom azt, hogy én ebben nem tudok egy ilyen konkrét véleményt. Uh-huh. Tehát én abban a pár mondatos cikkben, amit olvastam, ilyen nem volt, hogy ő neki igen, nemet kell válaszolni. Nem, csak mondom, hogy a kompetencia tesztről beszélek önmagában, ez nem azt jelenti, amit is álmodott, hogy mikor volt Mohács, és ha nem tudod, akkor hülye vagy, nem mehetsz gimnáziumba, ez különböző képességeket mér föl. És mint pedagógus, mi a véleményed arról, hogy hetedikes korban egy kompetenciateszt megbízható lehet arra a célra, hogy meghatározza, hogy mondjuk egy gyereknek később milyen pályát kell befutnia? A képességi alapján? Nem lehet konkrét választ adni igazából, mert nincs arról szó, hogy miről fog ez szólni. Tehát nem tudtam olyan dolgot találni ezzel kapcsolatban, ami leírná azt, hogy mit kérdeznek, mivel kapcsolatban, hogyan, tehát nem lehet ezt így megfogalmazni. Uh-huh. Szólikám, jó, akkor viszont elengedünk, mert azt hittem, hogy ennél te konkrétabb dolgokat mondasz, de akkor elengedünk, jó? Köszönjük szépen. Hát tegnap te beszéltél ugye Julival, és akkor volt határozottabb véleményed erről? Nem volt határozottabb véleményem, mert igazából én akkor még ugye nem olvastam semmit a témával kapcsolatban. Értem, jó, egy csomó minden ide van írva. Jó, Zoli, köszi, ciao, elengedünk, menjél, mert hallom, hogy közül már gyerekekre is vigyázol. Hello. Abika, gyere le a borrás falról. Hello. Ezt vártam még.
Na, nézzük gyorsan egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy én nem bántam meg, hogy szakiskolába mentem, nincs érettségim, háromszor annyit keresek, mint egy friss diplomás, aki most próbál állást keresni, írja nekünk egy hallgató. Abszolút Ferivel értek egyet, ez egy kompetencia test, semmi köze a lexikális tudáshoz. Igen, erről beszéltünk, kizárólag a gyerek egyéni képességeit méri fél. Érettségén is egy tesztem múlik a jövőd, nem lenne ez másképp itt sem. Amúgy nem támogatom, hogy ezen múljon a tovább tanulás, viszont mankónak jó lenne megiratni a tesztet, segítve a döntést, írta nekünk Raúl. Más a két teszt, ugye az érettségi az most azzal már tudás alapú, tehát ott tudni kell, hogy Mohács mikor volt, ez meg nem arról szól. Ez a kompetencia teszt. Fodrászként dolgozom, már 27 év, az én időben az elit szakma volt, 4-es átlag alatt nem lehetett bejutni az iskolába. Jó szakember csak az lehet, aki fejben is ott van, írja nekünk egy hallgató. Aztán a baj, hogy a gondolkozás 20 évvel ezelőtti szakközépiskolába se kapsz 4 éven belül szakmát, gimnázium után is elmehetsz technikumra, a középiskola érettségére van kiélezve, akár gimnázium, akár szakközép. Oktatási minisztériumnak is az a baj, hogy nem az éveket kéne növelni, 9 éves általános iskola, 5 éves szakközép, hanem a tananyagokat kéne átdolgozni. De van igazság, de hát... Való tanáraim voltak, de katasztrófa a tananyag technikumon. Ez rontja a színvonalat, Geri írja. Egyébként a sok cikk írja, hogy valójában tényleg sokszor a képzéssel van inkább baj, mint azzal, hogy nincs erő, nincs munkaképes, nincs jól képzett munkaerő, akik kikerülnek. Sokan vannak. Meg aztán az elhelyezkedés is nagy probléma, hogy Németországban 60-70%-os az elhelyezkedés. Gondolj bele, döbbenetes számokat produkálnak a németek, akik mondjuk kikerülnek ilyen szakiskolákból. Itt 20%. 20%. Tehát 5-en végezik, és abból egy helyezkedik el. Hát azért azt is meg kell vizsgálni, hogy ennek mi az oka. Nem, hogy 5 helyezkedik el a szakmájában. 5-ből 1 helyezkedik el a szakmájában. Azért az is. De ennek részben nem lehet pont az az oka, hogy olyan iskolába ment, ahova egyébként valójában nem szeretett volna menni. Adott esetben azt mondják, hogy a képességei alapján belőle egy kiváló pék lehetne. De te nem hentes akarsz nem pék lehet lenni, mert egyszer... Ja, bocsánat, hentes. Köszönöm. De hogy egyébként te kiváló hentes lettél volna. Na, tessék. Igen. De azt mondják, hogy a képességei alapján viszont te nem ennyil hentesnek, hanem te menjél akkor CNC esztergályosnak, ha már az előbb azt mondtad. De te nem akarsz nem ennyil hentesnek, te legyél vőfé. Az de jó lett volna. Picit ezzel, az egészen az a probléma, én tudom, hogy a képességei alapján lenne a legjobb, meg a legpraktikusabb, meg a leglogikusabb, de mi van ilyenkor például a te személyiségeddel, a te irányultságoddal, a te igazi érdeklődéseddel? Mert mindenkinek kell lenni abban, amit csinál. Ha a személyiséged benne van, hogy hentes, akkor valószínűleg imádni szeretni fogod. Mert még egy dolgot elfelejtünk, hogy ezeket az adatokat, amik most megszületnek majd, azt összevetik vajon azzal, hogy várható, amire ez a gyerek végez, tehát 5 év múlva kell annyi hentes? Ugye? Tehát, hogy az marha fontos, hogy most itt ülünk, hárman elmegyünk kompetenciatesztre. Hetedikesen neked na, mondják, az egy szép történet. Az biztos, hogy nagy munka lesz. Mi hárman beülünk egy kompetenciatesztre, és kiderülne, hogy minden alkalmatlanok vagyunk. Uraim, a helyzet az, hogy szörnyű eredmény születik, önök semmire nem alkalmasak. De érted, ha mégis valamit kitalálnak hármunkra, akkor az is egy nagy kérdés, és ezt is kéne nézni, hogy lesz-e igény majd 500 hentesre. Sajnos ezt pont mondjuk élelmiszeriparról, vagy az élelmiszeriparból tudok hozni példát erre, hogy nálunk is volt az abban az iskolában is, ahol én végeztem, hogy utánuk jövő évfolyamok közül volt, amik utolsó évfolyam volt, mert utána egyszerűen megszüntették ezt a szakirányú képzést, mert sajnos nem volt szükség annyi szakemberre abban a szakban. Tehát vannak ilyen problémák is, de miért akarják tőlem elvenni az álmaimat, hogyha én erőcsatár akarok lenni a Chicago Bulls-ban? De nem leszel soha! De nem leszel soha! Pont ezt mondja meg, érted? Tehát ezt, hogy te alkalmatlan vagy az előcsatárságra. És legyél inkább, de mi? Mondjál még egy másik posztot. Ja, labdának jó vagy, ahogy csöprögető a folyosó. Na jó van, de egyelőre mondom, ez nincs elfogadva, tehát nagyon sok szülő írja, hogy Jézus, de ettől senki ne jegye meg, ez csak egy javaslat, nyilván továbbra is a szülők döntenek. Játszunk Óven bácsival, Beru nénivel, jó, itt van a játékosunk. Csaj, választottál, Anna, női játékosunk van? Igen, női játékosunk van, mert hogy vasárnap nőnap van, úgyhogy a nőknek kedveskedünk, vár is játszunk valakivel. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló! Boldog nőnapot! Ó, köszönöm szépen! Hello, várjál nézzel! Sziasztok! Tünde, hello Tünde, honnan hívtál minket? Hajdúszoboszlóról. De jó! Ó, ugye? Én imádom Szoboszlót. Én is. Gyerekkoromban többször jártam ott, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. Engedtek. Dehogy nem. Csak többször mentettek a hullámból. Ja, igen. Hát, az, elég mély medence. Mi ott dolgozol, ott élsz? Én igen, itt hagyjuk a oszlót. Mit csinálsz, Tünde?
élelmiszerboltban dolgozom. Eladó. Igen. Élelmiszerboltban vagy eladó. Igen. Aha. Jó, van segítséget? Van, egyedül játszol? Egyedül, csak egyedül vagyok. Senki? Egy vevő? Nincs vevő, pont ilyenkor nincs vevő. Kinézek az ajtón. Sehol. Valakit hívd. Egy biciklis látok, de ez szerintem nem lesz nekem jó. Az nem, hát megállíthatod, vagy ha hallgat minket és bemegy, az nem feltétlen baj. Jól van, na kezdjük, felkészültél? Nehezek voltak, egy szinten hallgattam, úgyhogy nem tudom, hogy menni fog. És most bezártad a boltot, vagy mit csináltál? Mint? Nem, nem zártam be. Hát hát, ha betéved valaki, hát, ha bejön közben, valakit. Egyedül vagy pénztáros, eladó, pultos, csap. Hát minden. A csemegepultban, a felvágottnál, a sajtoknál, tehát egyszerre csinálsz mindent. Igen. De nem írtad ki, hogy játék miatt zárva. Ja, nem, nem. Óven meccs is berülni, miatt időlegesen zár. Igen. De, hát ilyenkor ott tolongani kéne a vevőknek. Hát milyen volt ez? Hát miért nincsenek nálad? Hát reggel párizsit vesz az ember, zsömlét vesz, fél literes tejet. Hát nem? Az már lement. Hát ja, már lefogadott. Aha. Ja, ilyenkor már lemegy az első hullám? Ugyan, stoppolok le valakit itt. Jó, szóljál valaki bejött, jó? Álljon meg. Jó. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini. Melegszenek, ha hát, nem, már ott voltak a rómosztagosok, ja, és Lukot kerestek. Miért kell ez a szomorú kép? Igen, itt már Luk felnőtt. Igen. Uh-huh. Jó, mert és Berőnél pedig. Hát, már nincsenek szeresen. Jó állapotban. Na figyelj! Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Tündi. Ne! Na, ebből nem megy. Hát? Ne! Még egyszer? Igen, még egyszer. Na. Ne. Na. Jaj. Igor, az ember mi gondolkozik? Elénekled többször magadban? Dúdolod? Vagy mit csinálsz? Hát ezt ennyivel nem fogom tudni kitalálni. Hát egy hosszabbat, hogyha kérhetek. Na figyelj, mutatjuk. Ja? Ne. Na hát innen viszont már ez. Senki üres a bolt, még mindig sehol? Egy vevő, egy rágóért beugró, sehol senki? Senki. Nem dübörög a biznisz. Hát a 80-as évek elején diszkóztál. Hát ő nem, szerintem ő nem diszkózott. Már nem úgy, mint a Bétót, hanem úgysem. Hogy egy diszkóba jártál, akkor... Nem. Akkor külföldi? Hát... Na, ennyit segíthetünk, nőnap van. Igen. Igen. Még egyszer kérhetném. Utoljára, figyelj. Jó. Ne. Elég jellegzetes. A vége már szerintem jellegzetes. Az eleje az valóban nehéz. És egy külföldi, de van magyar vonatkozása is, még pedig kettő. Hát ez nem lesz meg. De feldolgozták, ugye magyar? Igen. Na figyelj, tűnne, megmutatjuk, jó? A témaválasztás ugye honnan jött? Gyűlölem. Honnan jött? A két magyar vonatkozás egyébként a két magyar származású tag volt a Genghis Khanban. Ez egy német popbanda volt. Fú, de utáltam ezt a számot, már gyerekkoromban is. Ha. Mennyi pénzt kerestek vele. Meg tudod, hogy ez milyen videóklipet lehet csinálni? És akkor belobagolnak a tatárok, felgyűjtják a házakat, lemészárolják a férfiakat, a nőket, megerőszak egy gyerekeket, elrabolják. Hát nem, de hát nem. Most érted? Szóval most bocsánat. Atya Isten. Tűnne, figyelj, nőnap ide, nőnap oda. Hát ez nincs meg, sajnos. Nincsen, sajnos. Nem. Jó? Bögrére vadásztál? Jó. Hát úgy mindenre, mert még soha nem játszottam, nagyon reménykedtem benne, most meg annyira meglepődtem, hogy Anna fölhívott, hogy úristen, mondom, azt nem hiszem el, tehát remeg mindenem, úgyhogy nehéz hát volt. Hát ezt elremegted. Ja, szóval. nagyon. Na, úgyhogy, de mindegy, ez már így teljesen ő nap, úgyhogy...
ajándék nélkül is. Ajándék nélkül is. Pont most akartam meggyőzni a fiúkat, hogy aj, valamit nőnapra, na, gyereke, valami. Nem muszáj böglit, mert nyilván. A virágot visszaférj. Figyelj, lebb meg magad valamivel a boltból. Jó? Te fizeted, vagy mi? Minden. Átutaljuk. Jó? Átutaljuk, hogy bevész vele. Átutaljuk. Menj oda a csoki pulthoz, egyél egyet, és mondd meg, mennyi volt, ha arra járunk, beadjuk. Jó? És vendégünk vagy a saját boltodból, vagy a tulajdonképpen egy szelet csokoládéra, és azt mondod, amikor a hónapig leltár vannak, azok ezt a baliékon tessék behajtani. Mondod ezt a tulajdonosnak, és te most megehetsz valamit a boltból. Jó? Mit szólsz? Egy dolgot most megehetni, mi lenne az? Van valami? Nem márkára gondolok, mert egy csoki, mit tudom, egy doboz zizi, vagy valami. Egy marék zizi. Egy marék zizi, semmi? Nem szoktad kicsit dézmálni? Nem szoktam. Nem. Jó. Na, ha megeszel valamit, akkor arra vendégünk. Egy csavaros kifli? Figyelj, még mindig semmi? Senki nem jött? Nem, senki. Költözzetek el, menj, már mindenki. Ez a bolt, ez nem megy. 10 perc alatt, tehát kora reggel nincs vevő, hát ez nem megy. Elmentek munkába, iskolába, gyerekek már voltak, úgyhogy... Uh-huh. Milyen kora sláger reggel? Mit visznek? Túros leska? Az unikumot. Az unikumot. Igen, az unikumot, meg a mezitlábas szófit. Nem lehet árulnom. Hát azt nem. Dohánybolt is van mellettetek, vagy ti csak egy ilyen nappali vagytok, és nem üzemeltettek dohányboltot? Nincs mellettünk dohánybolt, nincs. Nincs mellettetek dohánybolt. Nincs. Itt vagyunk kint, mondjuk. Hát, valamelyik nap azt mondta valaki, hogy a semmi közepén, de annyira nem. Na jól van, elengedünk tűnni, boldog nőnapot, hétvégére, jó, puszilunk, ciao. Sziasztok, köszönöm, sziasztok. Hello. Teljes volt, nem? De jó lett volna, ha adsz neki ajándékot. Na, de így, hogy meglepeti valamit maga, valami a boltba, szerintem ez így nagyon jó. Én agyaltam rajta, hogy küldök neki rudlit. Neki is? Akkor mi lenne veled? Igen, 4 perc, pontosan 8 óra, Ákos hírei után már is jövünk vissza. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon továbbra is, és közlekedési hírekkel folytatjuk, mert hogy amit drága hallgatóink küldtek nekünk néhányat, a Budakeszi úton a Szépjuhásznénál zebrát javítanak, hatalmas dugó van, ráadásul befelé trafi, Balmazújváros után, ez is SMS-be jött, M3-a 133-as kőnél. Mérnek. Hello, M7-e 136-os kilométer közepén szintén. Kint vannak mérnek a rendőrök. A mérnek nem szóval, mindig más kell mondani. Pucedlik írta nekünk. Jászberény szélén a 31-es kivezető szakaszán a kifelé haladókat... Nézik. Figyelik el a ragozásra, igen. Galaxis Gabi küldte nekünk. Keszthelyi egyetemnél a főúton. Drága fotók készülnek. Nem, egy kecske. Ez most nem jött be. Köszönöm. Ezt most kivetesen nem találtad, de vigyázzatok. Ezt B írta nekünk. Nő vagyok, játszani szeretnék, be nő. Írta nekünk egy hallgató, jó? Igen, mert hogy elhatároztuk, hogy ma, ugye, mivel vasárnap nőnap van, és mi szeretjük a női hallgatóinkat, szeretjük a nőket, így ma csak és kizárólag férfiak játszhatnak. Ezt eldöntöttük. Nem, ma nőknek adunk lehetőséget arra, hogy játszanak a hármasugrásban is, és hát már csak a hármasugrásban, mert most ugye Óven bácsi és a fekete-fehér, igen, nem, az már lefutott. Ebben az esetben egyébként családtagok is nyugodtan játszhatnának, nem biztos, hogy biztos ők, igen, mert akkor megúszuk ezt is még. Tehát, hogy ők is a nők közé tartoznak, érted? Most az egy dolog, hogy most véletlenül nem kerülnek adásba, de mindegy. Nekik is megadjuk a lehetőséget. Így van. Jött még egy SMS, azt írja egy hallgató, hogy legyen egy kis jó kedve, a mai napban elküldte nekünk, hogy mi történt velem. Kapott egy levelet, és azt írja, egy kis pozitív a napfényes naphoz, tegnap megjött az aktuális autóhitel számla. Ezeket ugye most kézbesítik, hogy mennyire változott. Örömmel töltött el az októberben lejáró hitelemnek a végén aktuális korábbi törlesztő fixálás miatt felgyűjt összeg 750.000 forintról 410.000 forintra csökkent. Hogy a vihar? Az nagyon kemény. Az majd 40%. Lizkis Pisti küldte nekünk. Te már kaptál levelet? Még nem érkezett meg lakásügyben. Kedves Feri, ne akarja tudni. Viszontlátás. Körülbelül ez most egy egyenleg kijött. Még kicsivel több van, mint amit a lakás ér. De az a része még nem jött meg, mert az én bankom az harcban áll a döntéssel, és ugye ők azt mondják, hogy amikor majd ennek a harcnak vége lesz, majd akkor írnak. De felfoghatatlan lehet hozzá az egyébként. Hál' Isten forint hitelem, nem csúsztam ebbe bele, de hogy tudod, hogy maga a hitel összege az több, mint amit fölvettél. Az hagyján, hogy amellett, hogy tudatosulnak, hogy mióta törleszted, mennyinek kér lenni, ahhoz képest mennyi, de ha összehasonlítod az ingatlan értékével, jössz rá, hogy még ahhoz képest is nagyságrendekkel egyébként nagyobb. Tehát, és hogy már mennyit befizettél,
azt levonod a felvetből, körülbelül hol kéne tartanod, ahhoz képest hol tartasz, és az összeg jóval több, mint maga az ingatlan. Tehát igen. Ha most eladnád a pecót, akkor nem tudod kifizetni. Az a durva, hogy nem kölcsönt vettél fel, hanem vettél még egy házat. Csak az nincs most a közelben. Azt sose fogod használni. Mi van, holnap elmentek egy igluba? És azt mondta, hogy köszönöm szépen, vigyétek el a lakást. Akkor az van, kérlek szépen, hogy értékesít, mondom neked, értékesítik az ingatlant. Azt mondom, neked nem kell, tartsa meg, köszönöm szépen, nem. Nem gondolod, hogy nem próbálkoztam. Nem volt egy ilyen terve, mondták, hogy ez nagyon jó Ferenc, igen. Eladjuk a lakását, és akkor abból azt a pénzt, amit ezért kapunk, azt levonjuk a tartozásából, és amivel még tartozik, az behajtjuk. Azt majd betetszik fizetni, és egyébként azt ugyanilyen kondíciók mellett. Mellett meg lehet oldani. Nem mondhatod, hogy köszönöm, kiköltözöm, vigyétek gyerekek, tiétek, hogy fizettem akartok, eddig rendesen. Nem lenne túl jó biznisz a banknak egyébként. De hogy eddig rendesen fizettem, igen. Az az önöké, meg itt a lakás, vigyék. A lakás is, amit befizettem, az így is egy nagyon nagy összeg. Tartsák meg, köszönöm szépen, hagyjanak. Igen, megyünk anyukához lakni a kis szobába. Elmentem, nem, építek egy iglút. Nem valahol. Mennek sehova. És akkor, hogy nem, Ferenc, nem. Jó az ötlet, de nem. Jó, jó, de nem. Úgyhogy ahogy megjön a papír, azért ez kemény. Hozom. Jó, kíváncsi vagyok, hogy mit kapsz egyébként. Az most az a prognosztizáció, ha lehet így mondani, hogy nem, nem jó, az a az az előrejelzés. Ez a beszélgetés. Igen, nem akarok. Az az előrejelzés, hogy ilyen 20%-kal mehet lejjebb a törlesztő részlet, és a tőke is 20%-kal megy lejjebb. És ez csak ingatlanra? Én most arról tudok neked nyilatkozni. Az, mert az autó lépés, hogy az autó lenne, hát ott nálunk a családban van sajnos érintett, és olvastam. Van az országban. Jó, de hát az autóhitelt persze, hogy többet ér, mint az autót, hát, de ez nem érhet. Erre nem kell hitet fölvenni, mert ezt odatták, olyan... Mondták, hogy... ne. Ferenc, hát azért nem. Vigye. Na pont nem. Nem. Mert nem, akárki nem járhat ezzel, érted? Nem. Rám vártak, megjött a balegagy. Ezt úgy kapta a Feri, mint büntető kamatot. Gyerekek, nem az enyém szokott szervizbe állni, hadd mondjam el. Igen, jó, az enyém megy hétvégén, 1000 km. Köszi szépen, hogy felvetített a banknál, nagyon jó, az udvaron talál egy fekete autó, az elvihet. Igen. Az a mai. Kétszer nem fizetett időben, és ez volt a büntetés. Aha. Csak mondom, hogy az enyém megy. Tehát még egyszer mondom, nem szokott állni szervizben, hanem így megy. Beülök, az enyém is megy. Csak garanciális javításokat hajtanak rajta végre. Érted, hajtanak végre rajta, vagy hogy kell ezt mondani. Csinálják. Csinálgatják. Bejárta az internetet egy kis... nem tudom, hogy ez most mém, vagy ez igazi, vagy magának a honlapnak ez egy reklámfelület, mert egyébként az is lehet, hogy ők ezt elindították egy ilyen gerilla marketinggel, de van egy oldal, ahol te kérdezhetsz bármit, és arra válaszolnak. És nem tudom, hogy láttátok-e, zseniális. Ha gerilla marketing, akkor is jó, de ha ezt valaki önmagában megkérdezi, akkor elgondolkodható, hogy milyen súlyos állapotok vannak azért ebben az országban, hogy mindenki ismeri ezt az oldalt, beírsz egy témakört, és akkor kérdezhetsz. Itt szakik válaszolnak, vagy akinek szabad ideje van, az válaszol. Aki akar, az ír oda. Mindenki, aki ért hozzá. Ha szerencséd van, akkor szaki is látja. Ha szerencséd van, olyan válaszol, aki ért hozzá. Igen. Ha nincs szerencséd, akkor megrémisztenek. Aha. Tehát leírható, hogy az orvos nálam ezt diagnosztizálta, szerintetek mit szedjek rá, és akkor ömlenek a megfejtések, hogy így el búzafülevet, meg szomszéd, nem tudom. Zolikának jót tette a tyúgani. Valaki azt írta, de ez nem tudom, hogy igaz-e. Szerintem igen. Szeretnék otthon sütni kenyeret. Találtam is pár receptet, de egyik sem írja a héját. De. Imádom. Az miből készül? Persze gondoltam arra is, hogy csak a belét csinálom meg. A gyerekek azt is szeretik. A héját nem eszik meg. De először hagyományosan akarom elkészíteni. Ötletek? Reális lehet? Szerintem igen. Mert reális lehet, hogy valaki ne arról beszél, vagy arról kérdezi, hogy nem írja a recept a kenyérnek a héját? Igen, és tulajdonképpen, ha megnézed, akkor az ő szempontjából nem fölösleges is a kenyérhéja, mert a belét szeretik a gyerekek. Hát most minek sütne rá héját? De hát egyébként... De ilyen. Nem hiszem el, hogy ezt valaki bekérdezi. De van. Tehát amikor valaki felteszi azt a kérdést, hogy hogyan finomabb a tükörtojás? Hát... De hogy szereted? Hát kinek szinte? Hogy? Hát igen. Most erre mit mondják? Folyós vagy... középpel, kemény sárgával, sóval. Vagy valaki megkérdez, hogy milyen a pék szakma? Hogy erre mit válaszolsz? Hát, korán kell, erre mit válaszolsz? De várjál, de nézzük meg, hogy hogy gondolkodott. Tehát, hogy nézte a recepteket, és azt mondja, hogy süsse meg a kenyeret, 50 percig süsse. De miből lesz a héja? De hogy készül a héja? Nem találom sehol. Hát különböző állagú, ugye? Tehát amikor te kenyeret vett a boltban, kettészelt, akkor látta, hogy van egy szép, kemény, barna réteg körbe, és belül meg a jó szívacsos kenyér. És azt gondolta, hogy az biztos, hogy ez olyan, mint a töltött hús.
Vagy a töltött káposzta. Igen, hát mint a beigli, hogy megvan a töltelék, és megvan a helye, nem ugyanaz. Ugye? Tehát a diós kenyér bele, az a töltelék. Igen, de amit vajon... megtöltenek, az a kenyér héja. De vajon miből készül a héja? Gyöngyszemek vannak egyébként ezen az oldalon? Böngésztek? Hát igen? Én ezután a hír után fölmentem azért megnézni. És az van, hogy bármit kérdezhetsz, ugye kategóriák vannak, oda besorolod a te kérdésedet, fölteszed, és akkor utána ömlenek rá az SMS-ek. És azokat a válaszokat, amiket azt elhiszed, és fenntartás nélkül egyébként vannak emberek, akik azt megcsinálják, vagy végrehajtják, vagy meg. Veszik, mert másnak bevált, és akkor ő is elkezdi szedni. Igen, viszonylag kevesen kérdőjelezik meg a válaszok valóságtartalmát, egészen izgalmas dolgok vannak. Különösen fölhívnám a figyelmeteket az ezotéria kategóriára, vagy ezotéria kategóriára. Na, tessék, mondj egy párat, figyelj. És légy olyan jöhet. Kedves, majd válaszolni is. Én megpróbálom megválaszolni, jó? Ilyenkor éjjel. Ne. Gyakrabban szállnak meg a démonok embert. Figyelj, én életemben nem mondtam még ezt az oldalon, de már tudom, hogy lesz 3 perc szabad idő, mint az egy gyerek hagy, akkor ezt meg fogom nézni. Az első válasz, igen. A gonosz soha nem alszik. Írj innen azokat az embereket, kicsit, akik erre van idejük, hogy ezeket olvasgassák, de ez nagyon jó. Tehát, hogy a démon éjjel száll-e meg, ez volt igen, a kérdés. Ez volt, hogy éjjel gyakrabban, ugye a gonosz. Második, ilyenkor az ember védtelen. Sokan nem gondolnak olyasmire, mint például egy jó álomfogó, meg ilyen babonás cuccok. Elkerülhetetlen az alkalmazásuk. Szenzációs hír. Nézegettem, én is találtam hal kategória. Figyelj, az előbb hering konzervet ettem. Az egyik hal darabkát egyben bekaptam. Éreztem, hogy az egyik fele siva volt, olyan húsos, a másik részében viszont volt egy rész, ami apró gombóckákból állt. Nagyon sokból. Terhes volt a hal? Ezek a petéi? Lehet tőle bajom? Ne. Igazán szép bajom. Lehetek tőle terhes? Lehet tőle bajom? Kérdezi ezt valaki. Atya, úr, Isten! Az UFO kategória szintén egy izgalmas. Az első, ami jöhet. Pataki Attila milyen fajjal kooperál? Pataki Attila milyen fajjal kooperál? Igen. Atya úristen, de ezeket, hogy van? Te kalandozol ezen, vagy nézed ezeket? Persze, folyamatosan. Tehát, igen, hogy, van, igen. Jó? Igen, van, hát rossz lenne a gomba, vagy csak azért ilyen, mert nem lepte be a víz főzéskor. Tehát, hogy érted, ő belenéz a lábasba, meglátja, hogy a gomba nem egységes színű főzés után, mit csinál, oda megy a számítógéphez, beírja a kérdést, hát a tudnál neki válaszolni valaki. Érted? Hát, tényleg az ördög nem alszik. Lehet, hogy rossz volt ez a gomba. És aztán megkapja erre ugye a válaszokat, vagy sima toszt kenyérből mit lehet csinálni? Frisbee-t már. Tehát, hogy érted? De ő ezt várja, nincs saját ötlete, hogy legyen. De léci. Tehát, hogy... Nem hiszed, de figyelj, van egy tengeri malacom. Aki eddig normálisan mozgott, a koordinátái tökéletesek voltak. Ma reggel észrevettem, hogy amikor nagyon siet... Hova? Amikor nagyon siet, elesik. És csak nehezen áll fel. És csak nehezen áll fel. Mozgás közben állandóan imbolyog. Vajon milyen betegsége lehet? Válasz? Lehet, hogy lelki beteg. És ezzel hívja fel magára a figyelmet. Lehet, hogy lelki beteg. És ezzel hívja fel magára a figyelmet. Hogy ne legyen egyedül. Így rá egy hallgató. De a tovább, vagy egy válaszoló. De a továbbra is ezt fogja csinálni, szerintem vidd el orvoshoz. Következő kérdés, nagyon jó. Erre tényleg kíváncsi valaki. A kockás fülű nyúl milyen nemű? Ne, figyelj, ez a kedvenc oldalon. Ez nagyon jó. Egyébként ez jó kérdés. Igen. Lány? Csak a lányok segít... Válasz? Csak a lányok segítenek visszaépíteni a homokvárat, és hozzák vissza az elrúgott labdát. Tehát nem lehet más kvázi tulajdonképpen, mint lágy, ugye? Vagy nőnemű. Mert hogy a kockás hülű nyúl az, és ő tényleg egy fiú nem segít. A fiú összerúgja a homokvárat, nem? Valaki adna a telekinézésre egy rövid módszert, mint például a ne gondoljak másra, csak a koncentrációra? Ilyen nézés? A telekinézés. Kinézés. Tehát nem kinézés, kinézés. Telekinézis. Figyelj, vanília pudingomban megjelentek fekete pöttyök. Mi lehet ez? Ehető így is? Vagy ez egyfajta penész? Válasz? Nem lehet, hogy ahogy kavargattad, feljött a zománc az edény aljára. Figyelj, ha szakik kérdeznek, szakik válaszolnak. Nagyon jó. Szerintem inkább dobd ki.
És ebben ez a legjobb, érted? Nem hiszem, mert figyelj, lehet, hogy egyébként az a legjobb az egészben. Vanília pöttyök vannak benne, igazi vanília pöttyök. Nem lehet, hogy igazi vanília, igazi bourbon vanília, tudod? Nem, az biztos zománt top. A gyártó az beledőlt a kardjába. És ilyenkor az a jó, köszi, kidobtam, és utána, bocs, szerintem tévedtem. De az a jó, hogy ugye valaki adna egy rövid, visszatér az ötérárő, valaki adna a telekinézisre egy rövid módszer, tudod? Tehát, hogyne, az olyan. Ez egy ülj le, koncentrálj, rakjál le az asztalra magad elé egy műanyag üveget, nézd sokáig, majd az nyilván elkezd mozogni. Tehát ez teljesen egyért az ízvé. Adjon már valaki egy rövid módszert arra, hogy kell, mert egy befőtt főzés közben, két gyerek belenkázása közben, gyakorolnám a telekinézist, kérdezi egy hallgató. Most esik le. Ez a jó egyébként. Persze. Csak valaki adjon már, hogy ne gondoljak másra csak a koncentrációra, hogy megmozdítsam azt a kanalat tőlem 30 méterre. Vagy azt mondja, hogy csak háromra kell mennem a gyerekért az óvodába, addig szeretnék levitálni. Várjál, most tudnám valaki segíteni, de nem. Tehát, hogy én, van egy szabad egy órám, szeretnék lebegni a föld felett, tudna valaki segíteni? Igen. Ezotéria. Most találtam. Szerintetek is ennyire nagy bűn megölni néhány csigát? Múltkor parkoltunk, és a kis busszal áttolattam pár csigán. A barátnőm nagyon ki volt. De mit csinálhattam volna? Kerülgessem őket? Meg a békákat is az úton? Erre nem látok egyelőre választ. De van válasz. Ha kerülöd a békát, balesetet is okozhatsz. Praktikus. A csigákat miért nem szedte ki a barátnőd? Honnan? Mámint. Honnan és miért? Gyerekek, ezt szeretem. Ez nagyon jó. Hogyan tudnék megidézni egy démont, aki alkut kötne? Micsoda, hogy? Alkutkötő démont keres valaki. És van rá tanács. Jó. Beírtam az egyik kedvenc szavamat. Figyeld, ez megvan a csúcs. Már régóta keresek tarhonyamagot. Igen, tarhonyamag. Tarhonyamagot, de nem találok. Milyen növény a tarhonya? Válasz, majd én adok neked. Írj privit. Oké, dokos. Ők találkoznak. Gondold el azt a beszélgetést. Hoztad a magot? Hoztam. Kevés van. Tudsz adni? Tudok. De készülj fel rá. Nagyon lassan csírázik. Sokat kell locsolni. Napfény neki. Atya, úristen, Jézus Mária, tarhonya magot. És hogy vajon mit ad majd oda? Tehát miről gondolja az, hogy neki tarhonya magban a birtokában? Ugye majd én adok, ír privit. Totál maga biztos válasz. Ír privit. Priviz rám, adok neked tarhonyamagot. Atya úristen! Kérdés, a csirkefarhát büdös főzés közben? Mire kerestél rá főzés? Hanem a büdösre hang. A csirkefarhát büdös főzés közben? Ha a faron rajta hagytad a zsírzóját, akkor bizony lehet kellemetlen szaga. Azt mindig jó ég kikanyarítani, le kell vágni, mielőtt megfőzöd bárminek. Nagyon jó. Következő kérdés, figyelj. Kérdés. Fura dolog van körülöttem. Van egy lányom, aki 13 éves, és nagyon furcsa. Mikor kijön a fürdőszobából, általában olyan a szeme, mint a vámpír. Olyan a szeme, mint ha vámpír lenne. És ez nagyon ijesztő. Ja, amúgy úgy is viselkedik. És még a karján is vágásokat látok. Szerintetek? Jézusom. És erre ezt nyilván neki, aztán az, akik megválaszolják. Első válasz, júj, de kemény. Második válasz, halálosan komolyan, smiley-el nélkül, nincs megszállva. Nincs megszállva? Nagyon jó. És gondold el, hogy valaki neked beírja, hogy nincs megszállva, és te elhiszed, hogy megszállták a lányodat. Mert valaki neked egyébként beírta, hogy megszállták a lányodat. Atya úristen. Nagyon jók vannak. Ha kitüremkedő aranyerem van, a kenőccsel azt is kenjem, vagy csak a környékét? Válasz. Már még nem. Még nem merte megnézni. Úristen. Figyelj, válasz. Tetszeni fog. Tiszta helyről szedjél úti füvet. Az megvan, hogy a csávó letoltgatjával húzza a fenekét a füvön, mint a kutyák, amikor bélférgesek, tudod, mert elolvasta ezen a honlapon, hogy akkor vagy nem le kell szedni, vagy rá kell ülni. Figyelj, te nagyon, de tényleg, bocsánat, mert még ott tart. Azt mondja, hogy az biztosan segít, drága kenőcsök nem használtak, de az ingyenes úti fű, igen. A világhálón képet találsz róla. Képzeld, amikor elnézi a csalánt és az úti fű. Igen.
Nincs annál szebb, mint amikor a négyes út mellett beleülsz egy csokorúti fűbe, mert azt hiszed, hogy segít az aranyereden, nem? Hát, de. És érkezett, vagy elkezdett dörgölni magadról egy kis szőrös disznóparéja. Atya, úristen. Jó, nálam a vámpirlány és a tarhonya azért nagyon vezet, meg az aranyér. Tehát, hogy ez egy tűzokádó sárkány miért nem szerez égési sérüléseket tűzokádás közben? Megtaláltam a legdurvábbat. Ezt csak néhányan fogják érteni, akik tudják, hogy mi ez, de ők nagyon fognak nevetni. Egyik osztálytársamnál nyársalni fogunk, és azt mondta, hogy becsárkörte lesz a desszert. Ez valami... Jézusom. Ez valami befőtszerű. Van rá válasz? Válasz olyan, mint a paksi magyaró. Finoman hangzik, köszönöm. Finoman hangzik, köszönöm. Fiatalabb vagy slangben jártas hallgatóink tudják, hogy mi a betyárkörte, a paksi magyaró, igen. Vagy a tűzérnaspolya, ezt nem tudom most így elmondani. Aki tudja, érte, aki nem, ez most fél perccel egy kicsit kimaradt a beszélgetésből, talán nem is. És egyébként megválaszolják neki, hogy mi az a betyárkörte utána. De aztán képzeld el, hogy elkezd keresgélni a világhálón a recept után. És kérdezősködik. Atya úristen. Jaj. Na jó van, pihenjünk egy kicsit, folyik a könnyem. Ez nagyon kérdezik. Ez nem valami gerilla marketing. Ezek ilyen hülyeségeket kérdeznek. Nem. Úristen. Nem mindegy. Kár, hogy kevés időm van, gyerekek. Az előző jó tanács egyébként még folytatódik. Melyik az aranyér? Na, egy utolsót mit csináljon? Oké. Mi volt, hogy bekenje csak a környékét, vagy az egészet? Utolsó, így van, azt meg ki kell erezni. Ezután csavart fel, mint egy cigit, és... Már a növényt, vagy... Csavart fel, mint egy cigit, és tedd az aranyeres részre. Ha tudod, be is nyomhatod. A növényt, az úti füvet. Nem árt. Ezt négy hétig tartod, mert aki... Figyelj, keresünk már ilyen kérdéseket, és írjuk meg, hogy hidd el, hogy a család működik, az elején nagyon fog fájni, de egy hét után enyhülnek a tünetek, írjuk be neki. Léci, tehát gondoljunk már bele. Csavart úti fűre. Hogy elolvasom ezt, aztán kimegyek az árokpartra. Csavarod? Egy fotó alapján, amit letöltök a netről, összeszedek valami gazt. Hazamegyek, felcsavarom. Felnyomom. Hát és tartod négy hétig. Bent tartom, illetve cserélem nyilván időnként, mert ugye megszabadul tőle a szervezet. De most, és tudod, és várod, hogy leteljen a négy hét, és aztán pedig örüljél együtt. És utána beírsz, hogy tartottam mindent, mégsem múlt el. Mi a következő teendő? Húzz rá még egy hetet. Na jó van. 8:30 múlt pontosan egy perccel. Hármasugrásra lehet jelentkezni, jó? És igen, női játékosokat várunk, mert vasárnap nőnap van, egy kicsit szeretnénk nekük kedveskedni. Ha találunk még egyet, akkor olvasunk a hírek után. Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk a játékkal nem sokára. 3:40. 3:39 lesz. Pontosan egy perc a szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát sírunk. Szóval, hogy olyan dolgokat talál az ember, hogy az emberi sötétségnek, én nem tudom, hogy van-e mélysége, vagy határa, vagy nem is tudom, milyen szót használjak. Ugye arról beszélgettünk, hogy megjelent a héten a Facebookon, és pillanatok alatt elterjedt, hogy valaki egy bizonyos oldalra feltöltött egy kérdést, mi szerint szeretné megsütni a kenyeret, csak sehol nem találja a receptet a héjához. És jöttek rá válaszok, hogy mégis ugye ez miért van, hogy nincsen csak kenyér recept, de nincsen sehol a héjának a receptje, ugye megfejtették nagyon nagy szaki módjára, hogy miért nincs külön recept a héjához, és miért nincs külön recept a kenyérhez. És aztán elkezdtünk időzni ezen az oldalon, és feltenni különböző kérdéseket, de a portál lényeget olyan, hogy te bármilyen kérdést feltesztelhetsz, amit téged nyomaszt, nem tudod rá választ, vagy bajban vagy, és neked laikusok, hétköznapi emberek megválaszolják. És hát tulajdonképpen 3-4 órája. Kicsit néha megdöbbenve, rácsodálkozva időzünk ezen a honlapon, és próbálunk mi is megválaszolni különböző kérdéseket. Na, mit találtatok? Még szem, van idők, egy picit szemezgetett. Okay. Figyelj te. Csak én szoktam felvenni a barátnőm tangáját. Válaszokat. Kérdés. Első válasz. Nem, mi nem. Nem. Nem, mi nem. Következő válasz. Ha se tudom ki a barátnő. Atya úr. Következő egy visszakérdezés. És a... Melyik oldalt lóki? Következő egy válasz.
Gondolom ecsethajod van, mert elég kecsegnek tűz. Ecsethajod van, mert elég kecsegnek tűz. Jézus, Atya úristen. És utána pedig azt mondja, a legjobb, a vége, azt mondja, hogy az a helyzet, hogy én is szoktam hordani a barátnőt tangáját. Jó, de ezek már szívesen. De nagyon jó. Sajnálom, hogy ezt egy gyékás kérdés alatt kellett megtudnod. Rohadt jó. Igen, igen. Következő kérdés, nagyon jó. Melyik az a zene, aminek ilyesmi a dallama, hogy Jani. Ez így leírva? Gyönyörű. Geniális. Melyik az a kérdés? Jani. Válasz szerintem ez csak a Jani szong. Atya, úr, Isten, hogy nagyon komoly kérdés, hogy szólnál apósodnak, hogy ne ő egye meg a pizza háromnegyedét, hanem hagyjon másnak is, teszi fel a várni. Nagyon jó kérdés. Gyakorlati kérdés egyébként, jó? Jobb lenne, ha a férjed szólna, mégiscsak ő az apja. Nem tudnál akkor adagot sütni, hogy ne bírja megenni a nagy részét? Külön költözni, mikor tudtok? Úristen. A pizza evésből külön költözés. Egyik este félig mereven feküdtem, és a hasamra fordultam. Fent voltam, próbáltam elaludni, valami recsenést hallottam, megfájt is valamennyire. Most kicsi balra hajlik, és vizelési paraszai vannak. Pénisztörésem van. Atya úristen, ez bizony csőtörés, jön a válasz. Nyomás a dokihoz, hogy tudsz ilyet kérdezni? Azonnal menj az orvoshoz, hogy nem fordultál még eddig orvoshoz? Úristen. Mit tanácsoltok? A barátnőim észrevették, hogy szerelmes vagyok abba a fiúba, akinek én is tetszek. De őszinte hozzám se szól, mit tegyek? Van. Töketlenkedjetek tovább, és maradjatok egyedül az örökké valóságig. Igazán aljas vérszívó dolog felmenni, és ártatlan kiszolgáltatott embereknek ilyen rohadt szemét választ adni. Tehát ez biztos, hogy ezer évig a pokolban vagy, igen. Egy egyszerű kérdés. Esküvőre, lagzira, alkoholistát? Semmicsoda. Esküvőre, lagzira, meghívnád-e az alkoholista rokon? Lányok, nők. Mire gondoltok először, ha felgyűlemlik egy adag feszítő puki olyan helyen, ahol nem illendő megnyitni a szelepet? Jézus, Atya úristen. Igen, a nevünkre is rá lehet keresni. Tehát beütött, hogy Rákóczi Feri, és beütik, hogy beütöttem, hogy Sebestyén Balázs. Valakinek az volt a kérdés, hogy szép estét, mi a véleményetek Sebestyén Balázsról? Adták? Ja, fél, nagyon jó. Semleges vagyok vele kapcsolatban, gyakrabban kedvelem, mint ahányszor idegesít. Tahó, tapló, köcsög. És beírta, köszönöm a válaszokat. Most beljebb van a témában. Köszönöm a válaszokat. Hát szenzációs. Még álmai unik a taronya vezet. Nagyon jó. Lányok, mit szólnátok, ha a srác lepisilni a lábatokat az utcán, ezzel jelezve, hogy megjelölt titeket és a párjának tekint? Válasz. Sokszor volt már, egyszerűen se volt vicces. Teljesen természetes, hogy ez megtörténik, igen. Az ember nem tud rajta nevetni. Na jó, hát nagyon, nagyon szeretjük. Jó van, játszunk, hármasugrás, ugye hol a hétvégén nőnap, úgyhogy arra gondoltunk csak lány hallgatóink, vagy női hallgatóinkra jelentkezhetnek a játékra, már itt is van Juli. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Juli! Honnan hívtál minket, Juli? Szegedről telefonálunk. Szegedről? Igen. Lunk? Hányan? Hát most már négyen. Na, már négyen vagytok. Kik vannak még ott? Három másik nő munkatársam, úgyhogy még tartjuk magunkat a szabályokhoz. Mara, Kati és Orsi. Hát az igazi kis nőnapi csokor akkor lehet. Abszolút. Van valami elvárás a férfiakkal szemben, hétvégére? Hát... igazániból velük nem nagyon terveztük a létezésre. Már nőnapra gondolok, nem arra, hogy elviszitek-e bálba őket a férfi dolgozókat, hanem hogy ha van pasitok élettársfér, akkor elvárás egy nőnél, vagy nem várja el, de azért jól esik, ha mondjuk kap valamit nőnapra. Jól esik. Jól esik, ugye? Igazából nem várom el. A többiek nevében nem tudok nyilatkozni, de rázák a fejüket. Férjed van, barátod van? Barátom. Barátod el szokta felejteni, vagy eszébe? Nem, nem. Tehát minden nőnapon beállít egy szál virággal. Igen, igen. Ez ilyenekre gondolok. És egyébként vesz virágot? Így évközben néha? Igen, szokott. Úgyhogy ő nem ez az alkalmi virágvásárló.
Néha vesz, vagy vesz. Az nagyon. Igen. Az előbb említett oldalon hogyan lehet játszani a Morning Show 3-as ugrásában kérdés. Fent van a válasz, SMS küldesz, hogy játszani szeretnél, de felesleges, nem fognak visszaírni. Én két napja játszok, baromi hosszú és tartalmas szöveget írtam, mégsem hívtak vissza. És két napja, tudod. Igen, két napja, valaki évekig próbálkozik. Két napja játszom, nem fognak visszaírni, igen. Na jól van, figyelj Juli, kezdjük akkor, jó? Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon barátságos kérdéssor. Barátságos kérdéssor, jól van. Oké, na, így szól az első kérdés. Mi volt a foglalkozása a főhős szerelmének a Linda című tévésorozatban? Tudja, volt Linda, volt egy pasia. Ja nem, a taxisofőr. Így van, taxisofőr volt, így van. Szerenyei Béla csodálatos alakítás. Igen. Van, menjünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés. Melyik században készült az Eiffel-torony? Ajaj. Nem hiszem el, hogy hárman vagytok és még ütitek a gépet, nem á? Nem, az kizárt. Azok nem mi vagyunk. Persze. De a szomszéd irodából áthallatszik. Hanem az utcáról hallatszik be. Még egyszer, hogy hanyadik században? Hányadik században jól húzod az időt egyébként, értem én. Még egyszer, melyik vagy hányadik? Hogy szólt a kérdés? De ez hányadik század, nézd meg ezt. Gyere, hallod? Eiffel-tor, hogy írják? 19. Jó. Széles sáv működött, szép volt. A gyógyszergépírás. Ja, értem, hogy csúszott el a dolog, tehát láttad az évszámot, csak megpróbáltad századá konvertálni, és ott kicsit elbizonytalanodtál, ugye? Hogy akkor ez most nem melyik század? Nem, több évszámot láttam, és nem tudtam, melyik az igazi. Aha, jól van. De egyébként nem tilos, tehát lehet használni, nincs ezzel baj. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Esetleg azt mi is megkérdezhetjük, hogy mennyire nehéz? Azt meg, nyilván. Is. Amennyire nehézre nehéz, mert ugye kinek mi a témakört szoktuk tudni akkor megmondani. A témakör, igen. Jani, hogy definiálnád a témakört? Egyéb. Egyéb témakör. Egyéb. Ez itt van ilyen. Minden sport, irodalom, egyéb. Azt mondja, hogy így szól a harmadik kérdés. Melyik magyar város nevezték egykor Sztálin városnak? Sztálin város. Üssed, ez az. Gyorsan. Ne, csak hűltem. Mondjad? Jó, na. Stalin város. Meg akartalak ijeszteni egy picit, hogy gyorsan rányomunk itt a harmadikra. Jó, megvan az ajándékcsomag, na. Mégiscsak nőnap gyerekek, hát ilyenkor az ember egy kicsit mutathat némi könyörületesség. Három persze. Nővel, vagy négy. Nagyon könyörületesek voltatok. Nagyon csendesek a lányok. Kizavartak a... Ki rohantak az első kérdés után, vagy kevésbé olvasottak? Nem. Ők nem tudom. Nem, egyik ők csak AKV-zik, a többiek meg nem jutnak szóhoz tőlem, úgyhogy igazán tipot szerintem ez azok. Tehát oda mentek, hogy jövünk, Juli, nyugi, segítünk, és az első kérdés után elment az egyik kávét csinálni, a másik kiment a terembe, ott hagyott téged, aha, finoman elmenekültek. A süllyedő hajóról, de te is a számítógéped ezt remekül. De abszolút, készen álltam. Igen. Mara is Kati kicsit elcsendesedett az első kérdés után, igen. Kicsit cserbe hagytak. De nem tudtad volna valamire választ, akkor visszajöttek volna, és meghallották volna, hogy mi volt a kérdés. Basszos, pedig ezt tudtam. Igen. Na, jó, lehet, hogy megtették volna, de nem, itt voltak. Ott voltak, lelkileg támogattak, igen. Jól van. Abszolút. Küldjük nektek az ajándékcsomagot, jó? Rendben, köszönöm szépen. Ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Ja, gyerekek. Na. Jövünk a hírek után, 5 perc, pontosan 9 óra, jó? Még egy utolsót, hogy mi annak a feliratnak a jelentése a tűzoltó autón, hogy gázsot lózít. Tehát, hogy fordítva van kiírva. Ne, ezt már nem. Hogy a kocsiban lásd a tükörbe, hogy ez tűz. Zseniális. Ne, ilyet ember nem kérdez. Ezt nem. Egyszerűen szó. Zseniális. 5 perc van pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. 9 óra, 11 perccel jó reggelt kívánunk. Jó Isten, gyerekek, ráesett a kulcsom a pultra. Itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Hello, sziasztok. Itt vagyunk. Ütitek a pultot? Na, hogy leugorjon a kulcsod. Ott leugrott, sikerült megoldani. Na, figyeljetek, trafik vannak. M7-es 29-es kilométer Budapest felé fehér Opel furgon robbant le a leálló sávban. Könyves Nándi küldte nekünk. M3-as Pest felé 51-es kilométernél. A rend üzemelteti a készüléket. Csukkencs küldte nekünk. Aztán Pécs a Szigeti úton kék borából. Miért ne?
Ne, ja, te felváltva? Jó, bocs. Te, igen, te. De akkor már ugyanazt nem mondhatjátok. Okay. Mérés trafizás kiesve. 6-os út 42-es kilométerénél. Drága fénykép készül. Nagyon jó. Azt mondja, hogy M7-es Nagykanizsa felé a 134-es kilométernél. Ellenőrzik az arra haladókat. De az nem egészen jó. Az lehet KPM, az lehet minden. Itt fontos, hogy trafiznak. Csizikülte nekünk, köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy van még friss, de tulajdonképpen ezek jöttek. Na. Hol is kezdjük? Eszembe jutott egy érdekes dolog. De azt most nem mondom el. Okay. Viszont legyen az érdektelen. Legyen inkább az érdektelen. Ugye vasárnap nőnap. Mm-hmm. Vasárnap van? Vasárnap, és jó hírem van. Ki ne tudja, ha te rohadt álszentek, ki ne tudna. Ki ne készülne. Aki nem ismer, és hallgatja a rádiót, olvadozik, hogy ezek a fiúk nőnap, ki ne tudná, mondja ő, tudod. Fog tortát vinni, virágot. Persze. Egyébként meg jó hírem van neked, képzeld el, hogy a céges kollégák a lányoknak hoztak virágot, és ugye a stábban 3 virágot hoztak, Juli, te Anna, jó feje. És Viki. Úgyhogy már nem keverned ezt, hazaviszed. Még valaki elszámoltak magukat? Virágot? Uh-huh. Tényleg? Hát persze. Mondtam, hogy jó. Na, ennyi. Én rohadtul utálok melegítőgatyába, fehér zokniba, vasárnap sorba állni, a háromszoros virág árért, de az nem jó. Ki hozta ezt, Anna? Ki jött? Cég ajándéka. De milyen? De nagyon rendesen. De mi odaadjuk a Juli valamiénk, ezért a cégé, ahol most dolgozunk. De az egy kedves. Klassz FM ajándéka. Így van. Nagyon-nagyon örültünk, nagyon kedvesen adták át. Tényleg, szóval azt mondom, hogy le a kalappal előttük, vidd el a Vikinek a miénket is. Úgy sem tudjuk. Nagyon ciki. Miért? 3-at vettem ki. Páratlan. Hát páratlan kell venni. Na, hát ez az, és akkor mégiscsak nem egy, hanem 3. Úgy sem visszük el a Julival. Az a baj, hogy én hiszek a frissen vágottban. Ez gyönyörű, frissen vágott. Miért nem csaptok erre? Fúj, te rohadtál, olyan labdákat dobálok, hát elmegy mellett. Nem, hát én láttam a virágokat, tök igazad van, szerintem is. Ezek már inkább herbáriumba valók. Nem arra gondolok, hanem, hogy majd vasárnapot levegek, ezt elviszem gyerekekhez, mondjuk a tenisz utca mellett, a kocsiba ezt tönkre mehetsz. Nem, viszed a vázával együtt, és kalcium pezsgő tablettát dobsz a vízbe. Tényleg, és akkor ha esküszöm, akkor ilyen lesz vasárnapra. Kalciumot tenisz után megiszod. Virágot csak belefér az időtökben, nem, hogy rászántok 10 percet, és elmentek virágoshoz. Az időnkben belefér, de... Nem értem, hát hogy lehettek ilyen csúnyák, komolyan mondom. Na, viszont egy kísérlet. Ugye a nőkről mindig azt mondják a férfiak, hogy érthetetlenek, kifürkészhetetlenek, és olyanok, mint az univerzum, tele vannak rejtéllyel, de nem igazán ismerik őket. Mondják ezt a férfiak, és azt gondolják, hogy a nőknek mindig valami baromi nagy dolog kellene. Tehát ha egy nőt megkérdezett, hogy mire vágyik, vagy mire vágyna, akkor biztos azt mondja neked, hogy szeretne gyémánnyakláncot, meg utazni, meg szebb autót, meg ruhákat is, meg ruhákat. És végezzünk egy kísérletet. Azt azért durva lenne azt, hogy tudományos kísérlet, tehát ez a mi esetünkben azért mi barokos tudást nem lehet. Ne határolódjál. Tudományos kísérlet, azért ezt így nem mondjuk. De kérdezzük meg a női hallgatóinkat, hogy eljátszanak a gondolatot. Most elsősorban azt, akinek van pasia, férje, barátja, szeretője, tök mindig. És egyetlen egy dolgot ő úgy kérhet tőle, hogy azt vagy betartja, vagy megtartja, vagy örökérvényű lesz, vagy ezentúl azt végre kell hajtani, meg kell csinálni. Ez valójában mi lenne? Mert szerintem nem az jön ki, hogy vigyen el, hogy utazzon el, hogy vegyen nekem, nem tudom, drága nyakláncot, milyen jó lenne egyszer, mint a gyémántot kapni, vagy egy utazást, vagy valamit, hanem ennél sokkal hétköznapibb dolgokra vágynak úgy, hogy de jó lenne, ha apalim ezt vagy azt megtenné, megcsinálná, kedveskedne, romantikus lenne, levenni az okniát az ágyban, minden reggel nem felejteni el azt a rohadt fogkefét bedugni a szájába, érted? Tehát, hogy sokszor megy az a fajta túldimenzionálás, hogy... De hol élsz? Hogy a nőknek, a nőket mennyire néz ki, és milyen nehéz őket sokszor boldoggá tenni, mondják ezt a férfiak is. Közben, szent meggyőződésem, de lehet, ezt majd női hallgatói megcáfolják, hogy az SMS-ekből kiderül, hogy sokkal hétköznapibb, sokkal egyszerűbb dolgokra vágynak, amit mondjuk jó lenne a palia megcsinálni. Persze, amellett, hogy jó lenne levenni az okniát, jó lenne, ha kapna egy drága utazást, de hogy más a sorrend, és inkább ezeket kérnék, hogy mondjuk a palia ezt tegye be, legyen kedves, adjon neki puszit, amikor hazamegy. Legalább egyszer egy nap mondjon valami kedveset. Tehát, hogy
arra akarok, nem kellenek túl nagy dolgok, igazából, amivel egy nőt sokszor mondjuk boldogá, vagy boldogabbá lehetne tenni. Igen, csak az hétköznapi. Tehát az, hogy az ilyen kívánságlistán azért szerepel mindig az, ami kicsit megkaphatatlan, a gyémánt, a nagy utazás, amit tudom én, az esküvő, ugye béka, hogy ezek elérhetetlen célok. És akkor egyszer, az meg, hogy rakd el az oktidat, vagy a szennyesedet, minden este ne dobd le, az meg alatt is kéne, hogy legyen. De a kísérlet lényeg ez, hogy egyet kérhetsz a pasittól, akkor az inkább egy hétköznapi lenne, mert hosszú távon boldogabb lennél, hogy mondjuk minden nap kedves, vagy egy héten egyszer rátszán fél órát, és elmondhatod neki, hogy téged mi nyomaszt, mert a palik legtöbb, mint sem bóli, nem érdekel, hogy mondja, hogy beszélnek a barátnőddel, ugye sokszor, vagy mondjuk egy utazás, vagy egy autó, vagy egy drága nyaklánc, szerintem az esetek többségében inkább ilyen irányú kívánságok lennének. Nem? De úgy, hogy ne csak az ünnepnapokon, hogy aztán nem, a hétköznapokra is. Ha egyet kívánok, akkor inkább egy jó helyre vigyen el, nem tudom, egy hetet nyaralni, vagy legyen egy héten egy fél órája mondjuk csak rám, vagy legyen egy kicsit kedvesebb, vagy kérdezze meg este, hogy csak kilökje magalól a széket, mondjuk, amikor feláll evés után, ezt ott hagyja az összes mosatlant, hanem hogy egy picit így legyen házasabb. Vagy heti egyszer milyen jó lenne, ha hazajönnök a munkából, hozom a gyereket az óvodából, és mit tudom én, ott lenne egyszer megterítve, és azt mondja, hogy figyelj, megcsináltam, amit szeretsz, utálok főzni, de ezt most ez az este rólad szól, és még heti egy ilyen este lenne, amikor kicsit a nőről szól mondjuk az este. Végre megjegyezni, hogy a gyerek hanyadikos. Igen. Vagy milyen csoportba jár, mi a oviba, tudod. Te szemét. Nem hagyhattam ezt a fegyvert. Végre. Ez így kell. Figyelj, azt te követted volna tőlem egy hétig hallgatnád. Még sokszor olyan, hogy túl kegyesek vagytok. Túl kegyesek hozzám. Milyen csoportosak vagyunk. Igen. Ugye reggel nem tudtam megmondani, hogy gyerek milyen csoportba jár. Igen. Mókus. Csiga. Katica. Igen. De kösz, te szemét. Hogy az újra felhoztad. Igen. Szóval... írjátok meg, drága női hallgatóink, jó, hogy van egy jó tündér, és most tényleg maga a kérdés, ez kicsit talán tényleg valójában közhelyszerű, de nem ez a lényeg, hanem hogy mi jön nagy többségben. Hétköznapi egyszerű kívánság, amit a Pali jó lenne, ha megtenne, és boldogabbak lennétek, vagy mondjuk egy nagy, amiről azt gondolja minden nő, hogy ha ez egyszer teljesül, én lennék a világ legboldogabb nője, hogy egyszer a nyakamba rakhatok, elutazhatok, hogy bármi olyat átélhetek, amit mondjuk ritkábban a pasi mellett. Ha, elsősorban azok írjanak, akinek van párkapcsolat. És az összevonás nem ér, hogy a nagy gyémánt is költözzen el. Igen, nagy imán is költözött. De mi nem így van? Nem? Szerintem ezek jobbak. Mert hogy ha a hétköznapokban is, amikből azért több van, mint az ünnepekből, ugye? Nincs vita. Igen, jó, vagyunk. Igen, de eddig veled vagyunk. Ezt felírom. Ha hétköznapokban, hétköznap, mint ünnep. Tehát minden nap kapnál valami plusz figyelmességet a férjétől, amit az elmúlt években mondjuk nem kaphattál meg, azt hiszem, értékes, amit hévente egyszer valami. Minden nap, azt hiszem, az ráadásul irreális. Tehát, hogy minden nap kérjenek otthon valamit, mi tőled is. Minden nap szerintem, tehát figyelj, azért a szürke, igen, a szürke hétköznapok, nem arról, hogy is minden nap, aki azt mondja, hogy ő kap, az nagyon irigyésre méltó, de azért az élet annál nehezebb, hogy most minden nap legyen egy pici gesztus, tök jó, ha van, de sokan nem így élnek, vagy nem így csinálják. Két dolog miatt nem lesz igazad, és a nők nem ezt fogják kérni, amit te gondolsz. Kettő ilyen dolog van. Egy hülye vagy? Azt nem én mondtam, akkor három dolog van, ami miatt. Nem, az egyik dolog az, hogy hétköznapi dolgokról beszélgetünk, és hétköznapit nem kér az ember. Tehát már inkább elfogadja a nő, hogy jaj, nem beszélgettünk ma se, hello, nézte a meccset, ez az egyik, és ezért inkább azt mondja, hogy akkor inkább egy gyémánt. De ha kérhetnél, nem inkább azt kérnéd? Hogy legyen veled kicsit kedvesebb, mint hogy legyen egy nagy, ami mondjuk egy nyaklán. Szerintem egyébként a nők így gondolkodnak. Vagy ne beszélgessünk, de gyémánt. Dupla. Az is dupla. Hát ez a gyémánt kérdés, ez egy érdekes dolog, igen. Ez mostában borzolta a kedélyeket, ugye? Ez a gyémánt kérdés. Bizonyám. Na mindegy, jó, írnak úgyis a nők, aztán meglátjuk. Figyeljetek, én most például tök figyelmes voltam. Köszöntél? Mármint kinek? Becsuktad az ajtót. Mit történt? Magadra zártad a budi ajtót? Figyelj, mit csináltál? Letöltöttem most egy olyan app a store-ból, hogy a szól, hogy kinek a születésnapja. Figyelj, nem egészen, de nem rossz, nem rossz, nem. Igen, az most, hogy ingyenes, ezt ne firtassuk, mert hogy egyébként ez tény, de hogy egy nagyon jó kis a magyar fejlesztésről van szó, aminek a segítségével egyébként Coin-nak hívják ezt az alkalmazást, full ingyenes, be tudja osztani a cost base. Hát, szerintem nagyon aranyos vagy. Figyeljetek, egyszerűen zseniális az egész.
át tudod tekinteni a költekezésedet, esténként mindig fogod, magad beírod a szépen eltett számlák alapján, hogy aznap mit költöttél, vannak különböző kategóriák, amikor beírhatod, hogy mit tudom én, élelmiszer, mit tudom én, sport, gyerek, ruházat, mit tudom én, számlák, stb. És akkor a hét végén, vagy a hónap végén meg tudod nézni százalékos arányban, hogy ezekre a bizonyos minden dolgokra mit költöttél. Tehát ezt letöltötted úgy, mint kedves, egyébként, mint elvárás, mert hétvégénként elkéred a telefonját, vagy a hónap végén, és megnézed, hogy mire mennyit költött. Egy igazán romantikus. Elhiszem, hogy spórolsz. Elhiszem, hogy odafigyelsz. Mutatod a költségekre. Na, akkor arra gyakorolna, hadd ellenőrizem. Nagyon szép. De komolyan mondom, megkönnyeztem. Tehát, hogyha én a Mónika lennék, valószínűleg azt mondom, hogy találkoznék ott az Alkatéren, vagy hol laktok, Lőrincen, az önkormányzat. Találkozik egy kisanyja, és azt mondja, hogy kérj valamit, és én azt megváltoztatom a Jánosban, akkor Mónika azt mondaná, kérnék egy olyan applikációt, hogy a Jánosom, uram, szerelmem, apácskám, hétvégén megnézhess, hogy mennyit költöttem. Bármit a PR-ruházból, az ingyenes kategóriából. Bármikor letöltöm neked, ha van wifi ingyenes. És az is, hogy tudod, hogy mennyit kellett utána járnod, az is milyen szép gesztus. Tudod, hogy itt ülsz adás közben, és megvan az ajándék. Ennyi. Ingyen, semmi utána nagyon járás. Nagyon rendes. Jó, gyerekek, addig gyorsan egy filmajánló, és aztán elmenjünk zenélni egyet, és aztán jövünk vissza az SMS-ektől, csak hogy legyen valaki. Sírni akartok, vagy komoly filmet akartok? Tervezek egy mozis rovatot, most még megakadályozhatjátok. Ha nem mondtok semmit, akkor jövő héttől van egy mozis rovatok. Nem szeretnénk egyiket. Most még tiltakozhatok, ha de nem akartok mozis rovatot. Sírni akarunk, az nem komoly. Ha el akarjátok vinni egy szép filmre a barátnőtöket, feleségeket, vagy egy olyan filmre, ami kikapcsolódás, és kicsit más. Uh-huh. Két filmet is tudnék most elmondani. Most olyan mondani, egy filmre vár nagyon ez az én életrajzi filmem, a Szürke 365 árnyalata. Várj, ez nem volt. Szóval szürke 365 árnyalata. Az akkor síros romantikus nőnapra. Az, hogy titeket ismerve megnézitek a filmet, utána három napig lenni odaláncolva a fűtőtested, és nem tudnátok elvágni. Hívnátok valamit, hogy ez már nem vicc. Vágjanak le. Síros romantikus, ez csak addig, amíg bejönnek az SMS-ek. Ha akartok megnézni egy szép filmet, akkor nézzétek meg a Julian Moore-ral a Steel Alice, az egy nagyon-nagyon szép film egyébként. Steel Alice-t már hallottam, de ez a Steel Alice. Egy Alzheimer kóros nőről szól, és hétvégére egyébként ezért jó. Ezért kapta az Oscart. Ezért kapta az Oscart, igen, nagyon-nagyon-nagyon szép film. Még van egy másik, ezt lehet, hogy sokan ismerik. Ez egy Éjjeli féreg nevezetű film. Nem láttátok véletlenül? Fú, zseniális, nagyon hülye címe van. Láttad? Még nem, de már ott figyel. Nem? Akkor most ne figyelj. Ez Jake Gyllenhaal játszik benne, Oscarra is jelölték egyébként, és iszonyatosan jó film. Arról szól, hogy Amerikában a balesetekhez ki az első operatőr, aki kiér, és hogy kapja meg az összes tévétársaság azonnal egy percen belül azokról a balesetekről a képet, ami egyébként mondjuk Las Vegasban, New Yorkban, Los Angelesben történik, és ő egy olyan embert játszik, aki beépül, vagy hát tulajdonképpen elkezd ezzel foglalkozni, ebből nagyon jól meg lehet élni. Vesz magának, nem mondom el az egész filmet, vesz magának egy rádiót, azon hallgatja a rendőrségi adást, és akkor odaér. Csak a végét. És odaér a balesetekhez, és ezt az éjszakai életet mutatja meg, hogy egyébként hogy adja el egy-egy ilyen operatőr mások halálát gyakorlatilag, mások vagy mások tragédiáját, balesetét úgy, hogy mondjuk 20 óra 4-kor történik egy baleset Los Angelesben, és 20 óra 6-kor neked élő képed van egyébként a balesetről, a túlélőkről, és mindenről, ami ott a balesetben történt. Nagyon megrázó, de nagyon érdekes. De ő piszkos játékot játszik, tehát hogy ő piszkosabbat, mint bűnözőből lesz ilyen riporter. Riporter lesz, de hogy lesz riporter, hogy épül be, hogy épít stávot, hogy szakosodik erre, nagyon-nagyon klassz film. Na, anya, megint nem megyünk sehova hét végén. Anyukám, megint marad a befőfőzés. Azt hittem, van új Bud Spencer. Hát innen veletek nagy baj lesz egyébként, igen, egy komoly film, és egy ilyen dráma, ezeknek nem való. Jó, tehát ez a két film. Na, visszatérve várjuk akkor az SMS-eket. Ha egy dolog van, amit most hétvégére női hallgatónk a Paliuktól kérhetne, és az bármi lehet. Nézzük meg, hogy többségbe kerül a gyémánt utazás autó, vagy pedig kicsi hétköznapi olyan fontos dolgok, amikkel egyébként jobbá tehetnétek a ti párkapcsolatotokat. Jó? Ezt várjuk SMS-ben, SMS számunk 0670-645-0000, jövünk vissza mindjárt. Na, itt vagyunk 9:30 múlt, pontosan 3 perccel, és hát jönnek az SMS-ek női hallgatóinktól. Érdekes a dolog, érdekes, ugye azt kérdeztük tőlük, hogy most valamilyen úton módon nőnap alkalmából egy jó tündér, egy kívánságokat a paliukkal, férjükkel, szeretőjükkel, barátjukkal kapcsolatban teljesítenek, akkor inkább nagy dolgot kérnének, már a kis dolgok úgysem teljesülnének, vagy egy olyat, amivel ők úgy érzik, hogy boldogabbak lennének. Mit tenné őket igazán boldoggá? Mert hogy sokszor mondják a nőkről, hogy megfejtetetlenek, meg nagy dolgokat akarnak, meg hogy senki nem érti őket, semmi nem jó nekik.
Aztán most kiderül az SMS-ekből, ahogy azt egyébként sejtettük, vagy sejtettem, hogy nem kell túl sok dolog egy nőnek ahhoz, hogy boldog vagy boldogabb legyen egy párkapcsolatban. Na nézzük, hogy mit írnak, jó? Az autó is csábító lenne, ha végre visszaadná az enyémet, írja egy hallgató. Csak élményt szeretnék, és nem akarom, hogy a férjem a barátnőm legyen, aki végighallgat, és természetesen okosan bólogat közben, mintha megértené, csak az élmény lenne a fontos, mert az nincs, írja egy hallgató. Nekem könyszökne a szemembe, ha végre nőnapra felfúrná a karnista férjem, írja egy hallgató. Erika, de szép ajándék, te. Igen. A téma kapcsán a barátom, minden reggel mind a ketten titeket hallgatunk a munkahelyünkön, csak ennyit írt. Kapcsolját a Petőfire. Menekül! Menekül! Igen. Havonta csak kettesben, gyerek nélkül, egy éjszaka valahol, nem kérek többet. Puszi, srácok, jók vagytok. Ugye, hogy nem, ezek nem lehetetlen dolgok egyébként. Tök fölösleges hétköznapi dolgot kérni, mert nagy lelkesen megígérik, aztán max 2-3 napig tart. Akkor már inkább legyen egy utazás. Ugye? Szép. Mondom én. Szép az SMS, igen. Ha lehetne, én két szót kérnék. Az egyik a kérem, a másik a köszönöm. Azért ezek nagyon kemény esemesek egyébként, igen. Se nyakéket, se utazást nem kérek a páromtól, csak fogsort. Hogy most őt tegye be, vagy ne, ő magának csináltasson, vagy neked, ez kérdés, igen. Jó lenne, ha haza se jönne ezen napon, írja valaki. Nagyon tudnék örülni, ha a párom szétdobálná az okniait, vagy nem is tudom, hogy mit még, mert akkor legalább itthon aludhatna minden nap, nem pedig 4 hetente 2 hétig. Uh-huh. Ugye? Tehát ő viszont annak örülne. Valószínűleg kamionozik, igen. Én annak örülnék, ha a férjem egyszer legalább engem választani a Vidi meccs helyett, a Leander koncert, a póker haverokkal, vagy éppen a ma esti Rót koncert helyett. Írja egy hallgató. Méghozzá egy kétségbeesett női hallgató. Menj el vele, szúrd ki vele. Uh-huh. Legyél ott ma a Ródom. Így van. A Videóton koncertet, vagy Videóton koncert, a Videóton meccset aláírom. Hogy egy Leandert kihagyjon. Miért? Vagy egy Ródot, igen. Vigyel el a kocsimat egyszer ő szervizbe, ne utána reklamáljon, hogy hülyének néztek. Üdv Ildikó. Nagyon szép. És klasszikus SMS. Én egyszerűen csak annyit kérnék, hogy minden nap emlékezzen arra, amit az előző nap mondtam neki. Lilla küldte nekünk. Vágott virág helyett egy szabad délután szeretnék. De szép. Én csak hétköznapi dolgokra vágynék a férjemtől. Több türelem, kevesebb hipohondermánia, és álljon ki mellettem akkor is, ha le akarom csapni a szomszéd lányt, mikor vele flörtöl. Ugye? Az nagyon szép. Lilla küldte nekünk. Szerintem a legtöbb nő azt kívánná, hogy a férje vagy a barátja megpróbálja rendesen, vagy megpróbálhatná végre rendesen megtanulni kitörölni a fenekét. Írja van. Ezt nagyon sokan írják egyébként. Gyerek. De szép. Hol élünk? De egyébként nagyon tanulságos, és milyen szántóbb, mint azt az ember az első hallása gondolná. Nagyon bírnám, ha megehetnék bármit anélkül, hogy a férjem belenne. Amúgy imádom. Milyen apróság. Igen. A fontosabb dátumokra emlékezzen készüljön. Ez jobb, mint a gyémánt. Igen, tényleg ilyenek vagyunk. Ennyire szomorú a kép rólunk. Hát kimondtam a reggel, csak ezt? Azért tudja a névnapon, meg karácsony előtt van hát egy rólatok lehet, nekem egyik szám se ismerős. De a miénk, igen? Hát biztos. Hát... Érdekes, a legtöbb egy számról jön. Igen, illetve két számról. Igen, igen, igen. Nekem minden nap nőnap van. Az én férjem mindent megcsinál otthon, ha dolgozik, ha nem. A barátnőim irigykednek, és ez nem vicc, puszi Anna Mari. Na, látjátok, ilyen is van. Ha mondjuk egy. Ah, papucs. Ah. Két kívánságom lenne. Egy jó reggelt, puszi, és egy jó éjszakát, puszi. A párom külföldön dolgozik, nagyon hiányzik. Zsú. Ha a párom nem dohányozna, soha többet nem kérnék virágot. Gyangyika küldte nekünk. De hoz? Most akkor ezek szerint? De dohányzik és virágot hoz? Nem, hát hogy dohányzik, hogy becserélni, hogy inkább hozzon virágot, aha, vagy ugye, hogy tegyél a cigit. Nem, ha letenné a cigit, akkor nem kérne virág. Így van, így van. Na, igen, megfejtettük, igen. Mert most dohányzik és hoz virágot? Ne, igen, ezt mondtam. Dohányzik és most hoz. Tehát ne hozzon, de ne dohányzom. De, de az nem jó, hogyha nem dohányzik és hoz is virágot? Az nem, ő nem akar virágot. Tavaly nőnapra, figyeld az SMS, tavaly nőnapra egy csomag sós mogyorót kaptam. Azt kérném, hogy ezt idén próbáljuk meg túlszárnyalni, írja Kata. Hát valószínűleg nőnap előtt kocsmáriumban voltak a fiúk. Igen, és gyerekek. Tudod, betöltött a sós mogyoronál jobb a semmi. Júli, nem így van, majd bóloga. Ne, egy dobos sós mogyoronál nem jobb a semmi. Vagy még egy dobos sós mogyoró is. Nem jó. Akkor már nem jobb, te mint nő, nem jobb a semmi. Hát akkor inkább mondja azt, hogy elfelejtetted. Ugye? Hát. Na ezt mondom, hogy egy dobos. De mi? Majd fogja és oda vágja elém is. Nem, mondja, nem. Odaadja, milyen a szemedben néz, megcsókol. És mi boldog nőnapod? Hát ez szerintem világítszik ki. De ha előrébb tud lépni, ahogy egyébként az SMS írója is kéri, hogy idén mondjuk lopna mellé egy hamutálat is,
a kocsmából, akkor, akkor nem. Nem jó? Vagy egy sörös kriglit hazahoz. Ennyi. Vannak elvetemült kíváncsiak, hogy szeretném, ha párom eljárna velem szalszázni, ez már viszont a másik véglet. Tehát azért addig kicsit elborulni látszik. Azért jó. Túl sokat ne akarjunk, de egy dobos sós magyarú gyerekek, hát annál jobban egy nőt nem lehet megalázni. Illetve meg lehet. Attól függ, hogy adod, most mondom. Hazajössz a kocsmáriumból hajnalban, picit énekelsz, örök szerelmedről vallasz tanúbizonyságot, hogy mondasz neki szépeket, és átadod. De tényleg ennyire durvák vagyunk, ahogy az SMS-ek ezt mutatják, tényleg? Tehát rehányak, mindent elfelejtünk, nem vesszük észre a feleségeink, barátunk kíváncsiakat, ennyire, ennyire kemény a helyzet, Júli, te is így látsz minket? Én egy hátmasszás szeretnék hátsó szendék nélkül. Hátmasszás? Egy sima hátmasszás? És ezt nem teszi meg neked évek nem, óta? De megteszi, csak van utána egy kis... Igen, ja. Csak nem tudja abba hagyni. Nem. Én nem tudom, hogy nyilván az SMS falról az derül ki, hogy egyébként nagyon sok furkó van, de az, legalábbis az, ezek szerint szerencsém van, az én férjem tök figyelmes. Milyen, minden ilyen alkalomra. Minden nap hozzá egy sör alá tétel. Így van, pontosan. És egy piaszkavicát. Dabtuborg. Nem, nekem, engem mindig megköszönt egy-egy szál virággal. Minden nap, hagyjál már. Nem, ilyen alkalmakkor. Ja, jó, azt mondom, hogy minden nap kapok virágot, mondom, hagyjál. Sőt, mi vagyunk a szuper jó fejek iskolában, óvodában, mert mi az óvónéniknek is szoktunk vinni. Nem, tudom, ezt akartam, ezt tudom, hogy fogadjunk SMK-s vagy. De tudom, hogy az vagy. De az miben jön vissza? Tehát annak mi a hozadéka, hogy a gyerek majd több csoki szószt kap a piskótájára? Ez egyszerű figyelmesség. Tudom, hogy ezt a szót te nem ismered. Húj, de szép! De szerettem, amikor nem csak én oldom, de szép volt. De egyszerű figyelmesség. Figyelj, valaki azt írja, idén legyen kesúdió. De tényleg. Az drágább. Miért a magok egészségesek, mogyoró, kesúdió? Na mindegy, szóval kiderül, gyerekek. Meg látjátok? Ez a kezemben van egy két négyzetméter lombéria. És szöggel együtt van, látod? Az a baj, hogy ti nevettek. Az a baj, hogy ez nektek vicces. Ez itt a baj. Hát na, nem benőttem fel. Hát a mi alap? Hát papátozott ő napkor lombériát? Ja, gyerekek. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel is megihletett már bennünket a nőnap. Arról beszélgetünk, hogy mi, mint műsorvezetők, mint férfiak készülünk-e. Nem hallgatóinkat faggattuk, hanem egymás után próbáltunk kicsit nyomozni, hogy ki hogyan készül a nőnapra. Hasznos tippeket adtam nektek, hogy ti, akik nem szeretitek a vágott virágot és elfelejtitek ezen éles ünnepeket, mit csináljatok nőnapkor. És aztán ugye megvitattunk egy olyan kérdést, ami ezen a héten bejárta az internetet, hiszen van egy oldal, ahol kérdéseket lehet feltenni, és erre laikusok, hétköznapi emberek, olvasók válaszolhatnak. A kérdés az úgy szólt, ugye, hogy valaki, egyébként valószínűleg teljesen komoly a dolog, szeretné megsütni a kenyeret, de nem találja sehol a receptet a héjához. Igen. Ugye? Hát ezzel meglepődtünk. És aztán felmentünk erre az oldalra, és hát ennél még sokkal szebbeket találtunk. A tudás hihetetlen tárháza tárult elé. Hihetetlen. És ezek az emberek itt járnak közöttünk egyébként, akik ezeket megkérdezik. Szemezgettünk a honlap kérdéseiből, és hát ahogy mondtam, gyöngyszemekre bukkantunk, ezeket most újra megmutatjuk. 10 perc, pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Egy jó betyárkört a reggelire. Na, nincs is aznál egy jó betyárkört. Pont nincs nálam, de ha kérsz. Hát érdekes, igen, milyen növény a tarhonya. Már régóta keresek tarhonyamagot, de nem találok. Hát ilyen szenzációs, tényleg. Mi újság, Csabi? Minden rendben, ma is edzettem. Na, az jó. Csak hogy nektek elmondhassam. Miattatok csinálom csak. Milyen típusút? Kardiózom. És képzeljétek el, hogy a teremben, ahova járok, ott már figyelnek engem, tehát hogy mit mondok, és ma reggel is mondták, hogy tegnap is említetted, hogy jót edzettél. Mi nem láttuk. Tényleg? Hogy rajta edzettem. Kapnak, hogy kamuzol? Nem láttak, hogy ott vagyok, csak hogy megkérdőjelezik, hogy az edzés, amit én ott csinálok. Mert ők, tudod, ilyen... Ők keményen nyomják. Ők nagyon kemény srácok. És most is hallgatom. Ja, ott szeretik mindig a viccet. Egyszer a Berkivel láttam egy ilyet, benn volt a teremben, és ott volt a körülötte tényleg nagyon komoly testépítők és erőemelők, és mondták, hogy Krisztián, végeztél az edzéssel, akkor fogyaszd el, légy szíves, a tömegnőlődött, és odaadtak neki egy cumi. és ott álltak körülötte a lajdarok, és kiröhögték. Akkor itt van a tömegnövelőt. Cumi süveggel, a végén gumival. Na szép. Jó. Na, jövjük a naphallgatóját. Azt hiszik, nőnap van, figyeld, már nem kell bejönni. Ennyi. Tényleg kitört. Majd vasárnap lehet ünnepelni, drága. Nem, vasárnap. Ünnepeltem, én dolgozok, nem érek rá ünnepelni. Na. Most dugja össze. Nézd, már milyen figyelmes ez a Zsűr. Működőképesített a telefon. Jó, hát úgy bárki meg tudja akkor csinálni. Tőletek annyit kérnék nőnapról, hogy egyszer végre olvassátok be az üzimet. Ne feleslegesen küldjem el. Na, meg is vagyunk. Boldog nőnapot. Igen. Thank you.
Morning Show? Az bizony, jó reggelt! Hello, hello, már csak azt bogozom ki, hogy mit írtál, itt van, igen. Mm. A nőnek három kedvenc állata van, ezt írtad, ugye? Nem írtad alá, hogy hívnak? István vagyok. István. Igen, a nőnek három kedvenc állata van, ezt írtad. A jaguár a garázsban, rókabunda a szekrényben, és a marha, aki ezeket megveszi. Ez egyébként egy szellemes SMS. István, te lettél a naphallgatója. Ó, köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Hol hallgatsz minket? Budakeszin helyileg. Budakeszin. Hát te szoktad ezeket a félig szellemes közlekedési híreket küldeni, ugye? Így van, így van. Aminek így van, amikor levágom a végét, mert az már kevésbé. Kevésbé. De nagyon kitartó vagy, mindig megpróbálsz valami kis humort belecsempészni a közlekedési hírekbe. Hát próbálok. Igen, jó van, küldjük neked az ajándékcsomagot. Jó, nagyon szépen, köszönöm. Veszel valami virágot? Készülsz a hétvégére? Hát kijelentette, hogy a hajóútra vigyem el, amit már 4 éve ígérek. Aha. 4 éve ígérsz egy hajóútat? Most... Ez a külföld? Hát egy ilyen kis dunai hajózás. Ja, megígértem meg, hogy elmenjünk Esztergom vagy Visegrádig. Most már azt mondta, hogy inkább bajáig. Aha. Ja, azt hittem, megvártad az ingyenes BKV járatot, és akkor fölültetted arra, megnéztétek a hídakat, visszafordulhatok, sétáltatok egyet, mondod, hogy amíg nem lesz ingyenes a BKV, addig nem megyünk hajóútra. Tehát most már el tudtok, mert ezért egy visegrádi hajóút, miért nem jön össze, vagy miért nem állsz kötélnek? Hát mindig találok valami kifogást. Valahogy úgy mondtam neki, hogy már menjünk egy hajóútra, akkor amikor kimenjünk Görögbe, inkább egy tengeri hajó, mint egy dunai. Aha, tehát megpróbáltad egy ilyen nagyobb ajándék reményével kecsegtetni, hogy majd persze egy tengeri. Hát úgy néz ki, hogy szeptemberben menjünk ki Görögországba, és akkor mondtam neki, hogy teljesítem neki. Ja, és akkor ott elmentek hajózni. Így van. Na, az jól hangzik. Jól van. Oké, köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük az ajándékcsomagot. Szívesen, köszönöm, sziasztok, sziasztok. Hello, István, ciao, hello, hello. Mi a recept? A mai receptünk a kenyér héja. Igaz. Ez mekkora lett volna. Hülye vagyok, elcsesztem. De tésztás lesz, illetve nem tésztás, mert gluténmentes, meg tojásmentes receptet csináltam, mert jöttek hozzánk vendégek, és az egyik olyan volt, és kipróbáltam, hogy lehet így értelmes étkezést végrehajtani. Tudom, hogy ez rosszul hangzik annak, aki érzékeny, de oda lehet rá figyelni. Lehet egyébként a rizstészta, például lemekül alkalmas erre, úgyhogy a rizstészta van csirkével, és az isteni mindenki által imádott brokkolival. De jó, megették a gyerek. Tényleg? Nem hittem benne. Aha, megették a srácok, úgyhogy ennyi, ez a recept. Jó, rizstészt a brokkolival. Mi bajod van neked a brokkolival? Hát figyelj, nekem is van. Na mi? Hát... Nem, egy jó brokkolikrém leves. Azt például az úgy jó. Szeretem. Az de jó. Amikor egy ilyen így lerakják így köretnek, így megfőzve, íztelenül egy ilyen fáradt virág így néz rád, reménytelenül, hogy ne egyél meg, ne egyél meg, se ízese. Ennek íze volt, de igen. Hogy olyan zöld, tudod? Aha. Olyan. Aha, krémlevesben ez egy komoly vád a brokkolival szemben. Hát olyan, de nem úgy zöld, nagyon zöld. Hát színezd be egy kis kurkumával, és akkor sárga lesz, vagy tök jó. Tessék. Csavikám, mondj valami jó zenét nekünk. Kiegészítettem egy kicsit a rovatot, elnézést kérek. Hozom nektek Király Viktor. Skid Row Monkey Business, de... Igen, az is nagyon, nagyon szeretem. Viszont a Király Viktor szerintem egyre jobb. Én nagyon-nagyon bírom, ahogy ő írja a dalokat. Tök jó dalokat. Nagyon tehetséges fickó. Igen, és jól is énekel, és van most egy friss klasslágere, a Cashing Demons, amiről azt mondta, hogy azokról a nőkről szól, akik mindig kísértésbe hozzák. Tehát ez lehet múltbéli, lehet jövőbeli. Ezek azok a démonok, akikkel bizony meg kell küzdenünk mindannyiunknak, nem? Nem, hát, bizonyám, nem. Nem, nem. Csak kell ilyen, de nekünk. Szép komfort. Jó, meghallgatjuk. Jó, Csabi, a kívánság műsora 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Boldog műnapot! Viszont, igen. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.